Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenki, ezt inkább lerántottuk. Most már hangotok is van. Hello, Feri, hello, Jani, hello, hallgatók, mindig kaptok egy kis tapsot is. Hogy lehetsz ilyen nagy lelkű egy szernál? Érted, reggel 6.15 és nézd meg, így osztja a tapsot, így. Ilyen 400 lufit fúj föl a kedvesének. Így van. 396. Tudod mit rohagy meg? 1000. Tudod mit, Bali, egy rohagy meg 1000 volt. 1000 volt, és tegnap fújtam föl. És ha 700-at fúj, az hangot is kap. Az megérdemli, hogy hangot kapjon. Így van. És a felét kompresszorral a kerékpártárolóba. A francokat. A szemétledobó mellett. Ja. Kis pumpával. Na, hűvös a reggel, senkit ne tévesszem meg az, hogy a jó időt mondtak, tavaszt mondtak és 15 fokot mondtak. Ez a klasszik tavaszi időjárás, amikor reggel még befagy a feneket, délután aztán már meleged van. Egy fok, és kint álltam meg éjszakára, hogy a gyereknek kelljen föl reggel. Hát minden ráfagyva a kocsimra. Minden ráfagyva az ablak előtt. Nem, kint álltam a kocsival. Ja, úgy értem. Be sem mehet. Kint álltam, nem mehetek be, hát ki vagyok kint a saját garázsomból. Hát egy szülő mit meg nem tesz a saját gyerekért, nem? Ha ilyen rohadt nehéz garázskaput építettek be oda az előző tulajdonosok, hogy nem, egyszerűen tud úgy felemelni, ne ébredjen fel az egész ház. És ráfagyva minden az autóra. Nagyon súlyos. De olyan szinten, hogy brutál, mint a tél lenne. De a kassa tibi CD-d ott volt, és meg tudtad oldani. Hál' Isten, volt egy tibi CD-m és egy Kossó CD-m, úgyhogy gyorsan kipattantam. Hát várnak vetve dolgoztam. Én remek égkaparóként funkcionálva gyorsan letisztítottam a jeget, és átkoztam magam, hogy miért nem tudok 5 perccel előbb elindulni. De mennyire vicces, hogyha belegondolunk, hogy egy pár hónappal ezelőtt ez a mínusz egy fok, ez lett volna a maga a globális felmelegedés első jele, és akkor azt mondtuk volna, hogy úristen, szakadt rólunk a víz, és hogy megint túlöltöztünk. Most meg reggel, én is kint álltam meg a picit később a busz, és így eltűnt. Na jó, de március szűkölni. Van, hát márciusban már azért tehetett kicsit. Ott vártam a buszt, hogy így, jaj, jöjjön már, és legyen rajta fűtés. Mínusz egy. Igen. Én konkrétan olyan késésben voltam, hogy megpróbáltam úgy elindulni, mint Ace Ventura, hogy benyomtam az ablakra a fűtést, és kihajolni, de nem látom át a jobb oldalt, az nem mertem, mert ott valaki belép nekem jobbról, elütöm, úgyhogy hát kellett egy kicsit kaparni. Úristen, egy jó kis Ace Ventura, ő úgy vezetett, ugye, hogy kihajolt az ablakon. De nem láttam át a jobb oldalt, úgyhogy csak annyit tudtam, hogy kitolattam. Nincs tető ablakod? Egyébként van. Ma. Legközelebb, az se, de az hátra nyitod, és állva. Egyébként ez nem egy rossz ötlet, ez nem jutott eszembe. Egy kicsit valamit a feneked alá teszel, és akkor tetőablakon kinézel. Dudálok kettő, tűnődő, lobog a hajam, kicsit fázom, mire az első piros lámpához érek, de legalább akkor beérek. Nem, így is beértem, mert bőven van reklám, gyerekek. Dübörök a rádió, amik teheti. Úgyhogy... Igen. Úgyhogy... Rúg egy nagyot még az elefánt, mielőtt kihal, illetve a mamut. Megyünk ezerrel. Erről az Ace Ventura-ról jut egyébként az eszembe, hogy mostanában én valahogy így nem találok egy olyan típusú filmvégjátékot, amire annyira rádöbbennék. Jó, mondjuk a Deadpoolt most nemrégiben megnéztünk, az egész jó volt, de hogy az Ace Ventura is akkora flash volt annak idején, és képzeljétek, hogy valamelyikben beszélgettem az egyik a kedves családunk az egyik tagjával. Ez nem a te családod, ugye, tehát ő kedves család. Gyerekek, mindegy, igen. Szerintem nincsenek ilyen különösebb jelentősége, de beszéltem a részletekben, oké. Okay. Hát ébresztjük a hallgatókat, jöjjön a sztori. Igen. Tehát arról van szó, hogy egy idősebb úrral beszélgettem, ez egyik család, ez egy tagja, és akkor így... Igen. A lényeg, hogy nem látod még egyetlen csupasz pisztolyfilmet sem. Kim van a sztori. És ez durva? És igen. Azt gondolom, hogy igen, mert hogyha hát megnézed, hogy a csupasz pisztolyfilmek azok mikor adlatálódnak, akkor azért elég meglepő, hogyha az ember mellett így elmennek ezek a dolgok. És én tökre irigyeltem őt, mert hogy ott van három kiváló csupasz pisztolyfilm, és hogyha valaki ezekre a filmekre mostanában döbben rá, és ráadásul bejön nekik ez a humor, az óriási flash. Ezek jó filmek? Én azt tudom mondani, szerintem igen. Hogy Mozart több mint 200 éve halott. Igen? És van, aki nem hallott Mozartot. Ki? Hát, hogy úgy értem, hogy milyen régek a csupasz pisztolyok, és még valaki nem látta. Ő nem egy édességgyáros? És mondom, hogy Mozart tudom, hogy a 18. század végén meghalt. És most mi van, aki még nem hallott Jézus egyetlen Mozart Mária művet sem? Isten nyugtos. Meghalt? Atya Isten. Nagyon bírom a marcipányát. Kicsit furcsáltad a képét, hogy olyan avittas régi. Igen, fura az a fehéres hajzat, kicsit olyan, mint a szellői.
Tehát nem lehet egyenes arányosságot felejteni, hogy azért, mert annyira régi, azért nem látott egyet sem. Valahogy a föld lakosságának nagy többsége nem látott még egyetlen csupaszpisztoly filmet. Meg okostelefont sem. Meg okostelefont sem, elmennék Afrikába, Afrikában nem hallottak szerintem az esetek 98%-ában Leslie Nielsenről és a csupaszpisztolyról. Tehát 7 milliárd emberből szerintem 4-5 nem tudja. Az egész kontinens. Nem tudja, hogy mi az. Na jó, de itt a Kárpát-medencében azért az igaz, az meglepő tud lenni. És annyira irigyeltem, amikor kiderült. Tökre rácsodálkoztam, és annyira irigyeltem. Én tökre örülnék neki, hogyha felfedeznék bármiféle ilyen filmet, ami így elment mellettem. Bár volt egy ilyen, a Shaolin Soccer, a Shaolin foci, amit nemrég fedeztem föl, és ez nagyon jó volt. Na, ez nagyon jó volt, ugye ez az alkotógárda készítette, aki a Pofonok földjét, ami egy zseniális parodia film volt, és a Shaolin foci is ugye ebből a műhelyből került ki, és hát sírtunk a törölgéstől. Jó volt. Na, nézzük az SMS-eket akkor egy ilyen kis filmes kitekintő után. Na, amíg eszedbe jut egy-két film, ami tetszett, akkor a régi szép időket idézzük meg. Hát, az SMS-ek biztos izgalmasabbak lesznek, az M1-en a 114-es kilométernél mérnek a rendőrök. Küldtem SMS-t a bocséknak, régen volt nekik Music FM-es rádió, küldjenek már egyet, még ha van elfekben, hogy tudjanak titeket hallgatni. Hát, ha ezzel a szöveggel küldted, örülnek. Ha ezzel küldted, jó azt, hogy bocsi, küldjetek egy rádiót, hogy tudjam a Baliékat hallgatni. Évek, hogy mi volt a pontos szöveg. Azt mondja, hogy Bali, a csodautódban nincs élvédő fűtés, de van egyébként csak... Hát csak gyerekek, 10 perc, mire az befűt, tehát azzal egyből elindulni nem tudsz igazából. Jó volt ez a Nox, írja valaki. Én most nem hallottam, mi szól, de elhiszem, hogy nem Nox volt, tehát hiszek nektek. Mi volt? Jennifer Lopez, atya úristen. Azt kérdezi a csávó a Dorászpot végén, hogy nem innál egy kis kávét? Igen. Jár az ajándékcsomagom megoldásért? Tibi Tomi kérdezi, ez a Baksi Cselány, nem? Igen, ezt kérdezi, és többen írták is, hogy volt az a televíziós sorozat, ahol volt egy törpe, mi volt ez a... Ez a Twin Peaks. És abban néha beszélt visszafelé a törpe, és egyszer azt mondta, és ez onnan van kivéve. És a törpe beszélt visszafelé, és ez onnan van. Ez, igen, és nem innál egy kávét, azt mondja. De jó. Aha, hogy nem innál egy kávét. Helyettünk a saját szignálunkat. Ez milyen jó, hogy... 3 hónapja megyzett. Nagyszerű játék, és még a szignálunkat se. Hát ez a Viktornak a zsenialitását bizonyítja. Így van, de igen. A találékonyságát inkább, de ezért ne kényeztessük már elég. Egy itinert írhatott volna hozzá, hogy mi van benne, de mindegy. Tegnap lemosattam kicsi autómat, és megint megfogadtam, hogy többször fogom ezt megtenni, mert valami olyan szakrális megtisztuláson mentem keresztül, hogy ez valami elképesztő. Tehát a színnek kiderült, hogy mégiscsak fehér. Miért van az, hogy az ember mindig megfogadja egy automosás után, hogy ez milyen jó érzés, hogy tiszta az autó, és megint nem mosatod le fél évig. Mi a pszichológia? Soha hát nem már aki. Meg. Soha az életem nem volt. Mi benne a jó? Kigurultam a mosóból, és új szag van benne, és tisztaság, és öblítő, és szép a műszerfalad, és szépen le van kenve minden ilyen szilikonnal, és jó bele ülni, és nincs banánhéj, morzsas. Az egész kocsi gyönyörű. És én mindig megfogom, milyen hülye vagyok, hát ez ilyen komfortérzetet ad, milyen jó lenne, ha hetente egyszer beállnék a mosóba, és szállnék rá fél órát. 3000 forintért mossák ott vidéken, ahol én lakom, nagyon jó. Majd nem ez a nagy enyémet. Tessék? Vidd az enyémet is, ha 3000-ért megcsinálják. Az a baj, szerintem azt nem merik meglőni gőzborotvával. Vigyázz neked a tetőre, viccel. Azaz, leviszi a tetőt a gőzborotot. Ne! Mondtam, hogy ne! Hülye vagy, Cabrio! Ne gőzborotvázzá! Normális vagy! Cabrio és olasz, mondd nyugodtan. Cabrio és olasz. Így van. Ugye? Hát ezt nem lehet meglőni gőzborotvával. Nem, vigyázzik erre. De mindig megfogom, te nem vagy így ezzel, hogy valahogy úgy, hogy olyan jó, és akkor utána megint fél évig nem megyek mosóba. Miért jó? Miért jó? De most nem ezzel a csapatossal most, amíg külön kiszálltam kulcs oda, és beültem, elszívtam egy szivart, és megvártam, amíg elkészül. Aha. Nem vagy így? Nem, én egy évben egyszer elviszem az autószerelő az olajat cserélni, akkor ő lemosatja, visszaadja. Ennyi? Egy évben egyszer. Jó, mondjuk nálam mindent lehet a gyerekeknek, nem tudom nálad mi a policia. Hát nálam csak nem férnek bele. Ugye apa autója. Ó, de menő, ez egy jó ötlet, veszek én is egy ilyet. Mindent lehet csak beülni az autóban, nem? Igen, lesz egy család és lesz egy apáé. Mondtad, hogy nem tudom vinni a gyerekeket. Hát te vagy a nagy autóval. Az a baj, hogyha vennék egy jó sportautót, akkor otthon, na, így is sokszor hallom, de akkor még többet meghallgathatnám, hogy kapuzárási pánik van nekem is. Bármit csinálok, az most az következő 10 évben kapuzárási pánik lesz, de most vennék egy menő sportautót, nem alfát, tehát egy menő sportautót. Hát akkor... kérem, mire futja, tudod. Nekem ez viszont... nem, az alfa nem az, tudod, futja. De nekem... szerelmesek vagytok az alfával. De nekem viszont megengedik, hogy legyen 2 személyes autóm nyitható tetővel. Ez is egy nagy különbség. Nem azt mondom, hogy nem engedik meg, csak mindig beszólnak. Mindig na, beszólnak. Nekem viszont az se. Jó, de még nincs igazi kapuzárásom, hát még nem vagyok ott, mint te. Most még van egy jó. Mennyi vagy, 40? 7, 45. Oda érek, ott már még lassan, majd akkor.
Szóval te nem mosatsz autót. Te sem mosatsz autót, Zsül? Nincs autód? Van? Van, de nem használja. Hát akkor hagyjuk ezt az autót. De miért is minden héten egyszer elvinnéd, és jó lenne, és akkor egy heti, tiszta, szép, heti egy boldogság igen. van az életedben. Na, kinek van kapuzárási pánikja? Ki az öreg? Ne legyen már kapuzárási pánika, vagy automosástól. Tényleg basszus. Hát egy automosástól az még nem kapuzárási pánik. A félmaraton meg a lufi fújás. Az. Igen. Az. Igen. Várja, de már 10 évvel ezelőtt fújtam a lufit. Tehát ez akkor... egy 10 éves sztori volt tegnap a borsban? Szóljon már borsnak, új jöjjön már meg egy kicsit. Bármit bevesznek. Hát ezt komolyan mondom, nem értem. Azt mondja, hogy... A Jani, azt a filmet ismered, mint a hidegvér. Léci, ne, hideg, mint a vér. Ne írjatok ilyeneket, Léci. Nem, mert, nem, hideg, mint a vér. Hideg, mint a vér, igen. Nem, srácok, az van, hogy nem én vagyok az, aki rácsodálkoztam ezekre a filmekre, hanem az egyik kedves rokon. Értitek? Jó, de azonnal szétszednek. Nem, azonnal szétszednek. Jani dobja 500-as kiszemben. Jani, hogy lehetsz ennyire unalmas. Igen, kiszemben. Szóval, igazából az van ilyenkor, hogy bebújnak így, hogy valószínűleg derékig a popsitba, mennek utána. Ne fájjon, hogy szar volt a sztorid. Ez most tényleg nem fájjon. Ez egy unalmas sztori volt, basszus. Hát ez ne fájjon. Ha nekem lelőttük, hogy unalmas a sztori, abban a nyomlapozó. Én most is végighallgattam az automosos. De mondd, hogy unalmas volt. Ne fájjon, hogy mondtad magadtól. Előjöttél egy ilyen 3 perces, kicsit unalmas, kilátta, hol látta, és utána egy... Ez fájó, ha nekem unalmas a sztorim, engem ugyanúgy lőjetek le, hogy Bali, hagyd abba, ez egy unalmas sztori. És akkor azonnal váltani fogok. Nem sértődök, de, megváltok. De én nem én sértődtem próbáltam. Meg. Én nyúltam utána, mindig te mondod, hogy megsértődtem, nem sértődtem meg. Süllyedtél a mocsárba, és én nyújtottam a jobb kezemet. És nem vetted észre. Basszus, ki lesz a hős megint? Nem, tényleg. Ki lesz megint a hős? Ne haragudj, hogy nem vettem észre a jobb kezemet. Süllyedtél a mocsárba, és én nyúltam utána, hogy engedd el ezt a csupasz pisztolyt, de te még belementél egy következőbe, és utána már nem tudta, el kellett, hogy engedjelek, nem akartam vele elsüllyedni. Nem. Ott volt a jobb kezem. Igen, hogy nekünk hát milyen jó nem itt, látta, Jani, hogy ezt vegyük már észre, hogy mi ketten milyen drága jó. Drága hallgatók, írjátok meg, de hogy láttátok a virtuális jobb kezemet, ahogy nyúltam Jani felé, és mondtam, hogy engedd el ezt a sztorit. Tényleg őszintén, na mindegy, hát most ez van. Hát Nincs igazatok. Tegnap mentem az 50-es villamosra. Le volt mosva. Így van. De mondj nyugodtan, hogy Bali, 100-szor elmondtad az autómos a sztorit, dobj egy 1000-est. Nem sértődök meg, témát váltok. Már 90-szer elmondtam, hogy már elmondtad 100-szor. Tudod, mennyi témám van reggel? Így dobálom be, így. Igen. Akkor esetleg valami tenisz? Teniszről megfogadtam, hogy teniszről nagyon keveset fog beszélni. A Sharapova sztorit hallottad? Na most ti húzogatjátok megint a bajszomat. A szőrömet. Én egy rohadt szót nem szólok Sharapováról. Jó, de Feri, mindig össze van zavarodva, hiszen ez a kapuzárosi pánik, ez nagyon betegne. Így van. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Beszélgettünk Gönczi Gáborról, és amellett, hogy mi a Gábort nagyon szeretjük, és nagyon kedveljük, én hosszasan beszéltem vele tegnap délután még telefonon egyébként, egy jó fél órás beszélgetésünk volt, hogy mi történt, hogy történt. Megpróbáltuk vicces formában elképzelni, hogy a TV2 és az RTL székházában hogy működnek ezek a sztárátszívó berendezések, és rájöttünk, hogy mindenhol lehet egy-egy fekete lyuk. Az egyik oldalon beszívja, a másik oldalon kidobja az aktuális sztárt, aki átigazol az egyik csatornához a másikhoz, egyiktől a másikhoz, mert nagy vándorlás van. Trütkótól kezdve a Göncin keresztül, hát itt most mindenki jön, megy. Megmozdul. Mindenki megmozdult, és hát megpróbáltuk megfejteni, hogy ez hogy lehet. Ez nem Gabi ellen szólt, és nem rajta akart nevetni, nyilván neki ez nem egy könnyű élethelyzet most, de megpróbáltuk elképzelni, hogy mi zajlik a Nagytétényi úton és a Róna utcában. Nyilatkozik? Majd, jó, majd mindjárt látjuk. Mindjárt mondom, mindjárt hírra beszéltem vele. Akkor még nem mondok semmit, nem fűzök oda. Nem, én nem is akarom őt bánt. Én kedvelem, nem, hát, mindenek ellenére kedvelem. Egy nyilván szakmai kihívás, amit erről van szó. Persze, hosszasan beszéltünk egyébként tegnap sok-sok mindenről. Elmondom majd, hogy mit mondott. Jó, mutatjuk az ismétlés pillanatait. Aki játszana, az jelentkezzen játékra. Csak valaki mondja, hogy állunk. Jó, viszonylagosan, kérlek szépen. Egy-egy. Az jó. Egy-egy. Mutatjuk az ismétlést, aztán az ismétlés és a hírek után már is jövünk a játékkal. A magyar leány szaladon tesz hajába, és tízik, ha benne van a bajába. Ne belekapaszkodok én a szaladba, édes rózsám, hadd tegyem be való. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show.
7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szia Feri, szia Jani! Sziasztok! Itt vagyunk. Egy jó kis hunadal után, de régen hallottuk már ezt a dalocskát. Hát milyen régen hallottuk? Majd kimásolom neked CD-re a kocsidba, akkor tudod hallgatni. 700 000-nél tartják az eredeti. Jó. Az eredeti, az új pedig az új klip. Ha valaki még esetleg nem látta, menjen fel a megosztóra, aztán nézze meg, hát az 82. Ezt nem fogja elérni. Nem, mit nem? A 83? Az eredetét nem. Többen kérdezik, miért nem vagyunk benne a klipbe? Hát lemondtunk a jogokról, és ezzel a szereplési vágyunkat is lelovasztott. Meg azért egy ilyen klipforgatás, egy ilyen fél nap, egy nap Petivel. Na csak, hogy mit írnak, hallgatunk, jó volt ez az Irigy Hónai Mini dal, írja valaki. Aztán ez nagyon jó, gyerekek, utálom a mulatos, de ezt a dalt egyszerűen imádom. Hát ez a bunyós pityú eszméleten állat. Budapesten talajmenti fagy van, Zümi küldte nekünk. Na végre már most is jobb a kedvem, így kell gyorsan felébredni, közi srácok, hajrá Peti, ez az, írta Atta. Na végre beraktátok a Hunadalt, ez a lényege a reggeleknek. Nagy színpad, évvégi koncertet neki. Hát erre az egyre azért nem alapoznék mit tudom én, egy arénát. Így van, de ha lesz év végén koncert, akkor majd ezt is betesszük a line-upunkba, hát, nem? Kinek mi lesz az év vége? Így van, így van. Na, aztán azt mondja, hogy nagy színpad, és nagyjából ennyi, végre zene, jó ez a kisgorfó, tyű, bakker, imádom, végre vidám zene. Oké, ez az egyik, amire akartam reflektálni, mert hogy ennyire szeretitek, ennek mi nagyon örülünk. A másik, hogy ne bántsátok Ákost, gyerekek. És azt is elmondom, hogy miért, mert egyrészt bárki hibázhat, Ákos nem hibázott, hanem ugye, ha elmondja a híreket, akkor neki van még fél perc, amit ki kell tölteni, és ő lenéz az SMS falára, ahogy én is sokszor lepillantok, hogy olvassa a közlekedési híreket. De higgyétek el, hogy akkor az ember nem konvertál át magában egy Magyarország térkép alapján információkat, és ha azt hallja, hogy Záhony és Győr között és ránéz, akkor nincs időd azt elképzelni és tudni, és az ország két végpontját megtalálva átkonvertálni, hogy ez vicc, és nem olvasod be. Ránézel, látod közlekedés, ez valaki bejelöli, vagy ő magának, és az M5 Dabasi lehajtójánál baleset, Záhony Győr között pedig jó a forgalom. Utána nyilván ez leesik, hogy te jó Isten, milyen szellemesek a hallgatók, ha már mi kértük, hogy küldjenek. Hát, mi kértük. Igen, de hogy ezért nem ér, meg nem korrekt valakit bántani, ugyanis élőadásban az ember nem gondolja át, én is olvasok szerintem egy csomó hülyeséget, hogy az M4-esen nem ott van, de rosszul írja a hallgató, nem azt a települést olvasom, hát nincs a fejünkben úgy hirtelen minden, ráadásul amikor az ember ránéz a monitorra, és gyorsan beolvas hármat, akkor meg végképp nem konvertál oda. Úgyhogy... Aki dolgozik, hibázik, és még Ákos is, higgyétek. Na látjátok, ez a különbség. Ez a különbség. Ez a különbség. Tehát, hogy én próbálok tényleg segíteni, mert bennem még maradt valami jó. De benned már semmi jó nem maradt, mert te löksz még egyet. Most ő jutott bocsárba, és te nyújtottad úgy a jobb kezed, hogy még... Én még nem. Te nem nyújtottad. Én nem nyújtottam. Te beljebb toltad a mocsárba. Te magadhoz húztad a mocsárba. Úgy, ahogy én beljebb toltalak reggel a mocsárba. Úgyhogy emiatt volt, nyilván abszolút tudja, meg tudjuk, hogy mi hol van, de én erre ugyanúgy ráfutok, mert az ember ezt nem mindig tudja. Így van, tudjuk, hogy Záhony Nyugat-Magyarország legszélesebb pontja. Így van, Győr pedig tudjuk, hogy abszolút Kelet-Magyarország van. Így van. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Győr Tiszántúl, nem? Ezt mindenki tudja. Nem? És Záhony Dunántúl. Igen. Egyébként megtudtuk, hogy poén. Jó? De hát nem vettünk először. Mi kértük, mondtam, hogy kicsit kevés a közlekedés hír, úgyhogy küldjetek el. Balázs, te is beolvastad előtte. Na, én ezért mondom, hogy ez simán erre az ember ráfut. Egyébként csak szolidaritásból olvastam előtte, mert tudtam, hogy az Ákos be fogja. Világos. Láttam a hibát. Abszolút, én láttam, de gyorsan beolvastam, mert tudtam, hogy az Áki ráfut, és ezért én megmentettem már, bedobtam magam. Így nem lesz neki annyira kellemetlen, gyorsan beolvasom, gondoltad. Nincs mit. Így van, Ákos. Én leugrottam veled arról a hídról. Ott voltam, és befeküdtem veled a sínek közé. Abszolút ott álltam a várom veled. M3-as főút, M5, Vatta között trafik. Nézd már meg, légy, hogy van ilyen. Jó, van ilyen. M5 és Vatta 3-as úton van-e, jó, mert nincs a fejem. M5 Pest felé áll, nézd már meg, hogy az M5 Pest felé van-e. Van, az van, illetve hát arra is, mert M5 felé megy. Nézd már meg, hogy van-e M5. Átadták el, és tényleg létezik. 39-es kilométernél építkezés. Írta Norbi, nézd meg, hogy van-e Norbi keresztnél. Jó, ne, hogy megkérdezzük meg. Dabasi felhajtó után Budapest felé 2 kilométeres torlódás az M5-ösön, ezt is SMS-ben kapsz. Szerinted Dabas után csak lehajtó van. Az is igaz. Itt felhajtok, Dabas után már csak lehajtani. Szerintem csak lehajtani lehet. Igen, és az M5-ösön 40-esen útépítés van, ez is fontos. Köszönjük szépen. És van még egy M7-es Pákoznál, mindhárom irányba beállt, közlekedés, szexuál, orientált emberek lezárták, Siess Balázs. Ez Balika küldte nekünk. Köszönjük. 6 óra 55-kor jött. Hát 6 óra 55-kor én már itt voltam, de köszönjük szépen. Milyen szépen megcsinálták ezt a Pákozdi kis emlékhelyet.
Én nem voltam arra, csak mostanában bringáztam tavaly nyáron arra a gyerekkel. És most beugrott neked, hogy egy nagyon szép... Lehet, hogy el is hordták azóta. Nem, hát most beugrott, hogy akarok róla beszélni, hogy pozitív dolgokról is beszéljünk, hogy a Pákozdi, ott leraktak egy tankot, megcsinálták a parkot, fákat ültettek, virágokat ültettek, megcsinálták ilyen kis szép murvával. Én nem voltam ott 25 éve. 48 szabadságharc? Igen, hallottam róla, volt ilyen általában. De az a harckocsi nem állt ott a 48-as szabadságharcban. Tehát most megint, miért köptök bele mindenbe, amit mondok? Nem is értem. Harckocsi, igen, harckocsi pázsit, füvek, fák. Szépen megcsinálták. Hát akkor rohagyjatok meg. De jó, nem, csak nagyon. Nem, hát ez az egy új élmény. Hogy hát mondom, hogy új élmény. Mi a nem vagyok ember, ha nem jártam az elmúlt 20 éve a Pákozdi emlékhelynél. Tehát csúnyán kell rám nézni, hogy most bedobtam, hogy nem jártam, még nem koszorúztam, nem tudom, március 15-én Pákozdon. Na, az fájó pont mondjuk. Most miért néztek így rám? Arra tekertem a gyerekkel, és megállapítottam, hogy szép. Tudom, ti minden héten arra jártok, és elmormoltok egy halkimát a szabadságharc hőseinek. Jó, de ott vívatsz velem. Én ott polírozom az át. A harckocsi lövegcsövét. Nem, meg a harckocsit nézve. Fényesebb legyen. Mert nektek ma reggel semmi nem jó. Semmi minden. Nem jó. Ha elmondom, hogy menjünk tovább, mert nem jó a sztori, nem jó. Ha elmondom, Ákos, hogy szép Ákos, nem jó. Emlék, ha segítek az Ákosnak, nem jó. Mit csináljak ma veletek? Se, nagyon jó minden. Hát két ilyen 50-es, kicsit fáradt ember, aki 40-es. Most mindenbe beleköt. Még 40-es. Még idébb vagyunk. Igen. 40-es. 44 vagyunk mind a ketten, még idébb vagyunk. Most még 40-esek vagyunk. Mit csináljak, hogy szeressetek ma reggel? Én akarok ma a kedvetekbe járni. Mit csináljak? De nekünk inkább ne, hogy lehet kérni, hogy ne. Két ülök itt. Mit csináljak? De. Mi van ott a B oldalon, amitől ennyire rossz kedve lesz az ember? Nem süt már a nap arra felé? De arra, hogy nekünk nincs rossz kedvünk. Hát én nem tudtam ma még olyat mondani, amire azt mondtok, hogy jól van, Bali, így van, bele vagyunk. Lehet, hogy akkor nem bennünk van a hiba. Igen. Ugye? Tehát jól indítottál reggel, nagyon. Tehát, hogy de egy velencén zsibadónak megértés is. Egy velencén zsibadónak, meg egy de úgy, harckocsi, hogy és tavaly arra véletlenül. Azt mondom, hogy szép Pákozd, ez se jó. Hogy tavaly nem, véletlenül arra tekertél. Nem tudom, hogy melyik ez az emlékmű, meg hogy mihez kötődik. Hogy mihez kötődik? Mert hogyha egy harckocsi is van ott, akkor ez mi, Feri, mondd már, mert ezt én tényleg több nem látom. Több is van Pákozdon, ott volt a második világháborúban is egy nagy tankcsata, és volt a 48-as, segítek egy kicsit felfényesíteni a történelemtudást. Na, hát, na, itt jön elő a kedvesség, meg a figyelmesség, úgy látom meg. Na most ki a paranoiás, én csak azt mondom, hogy elmondtad, hogy valamire nem emlékszel, elmondtam, hogy segítek. Aha. Nagy tankcsata a második világháborúban, illetve a 48-49-es szabadság. A tankosnál volt a bringával. Most derült ki, hogy hazudsz, mint a vízfolyás. Igen. Miért? Na, cáfold meg, mondom, miért nem lehettem bringával? De hát, mert oda a te gyereked nem tudott föltekerni, szerintem. Miért az én gyerekem? Hat éves, ha miért ott volna föltekerni? Hát tavaly még csak 5 volt, mert az a hegy tetején van hát majdnem. És fölment oda biciklivel. Persze, benne. Hülye apja teker mellette, és tolja. Ja. Na, így már, oké. Okay. És mondja, mindjárt fönn vagyunk, mindjárt csinál még egy kicsit. Csinál még egy kicsit. Tudom, na én ugyanígy szoktam körvetekerni. Menned kell, nem vagy férfi, nem érsz föl, ott gyereknek lóg a nyelve. Itt mondod, hogy jó picit pihenjél akkor, és akkor már nem is teker a gyerek, de még tovább. Igen, ez egy közös harc kettőnek egyébként. Na, kész van Zsül? Azzal, amivel kész kell lennie? Szerintem nincsen, sőt, nem is lesz soha kész. Hagyd őket, Bari, a két naftalin már nem érzi a tempót. Hagyjad már naftalin! Papa, itt vagy, elvesztette, leestél alulról. Meghalt, ez egy 56-os emlékmű. 56-os emlékmű. Ezért nem tudtam, mert így, hogy Pákozdi tankcsat így nem volt meg. Így a 56-os, igen. Igen. De van egy 56-os is. Nem. Aha, tehát akkor a 48-as? 48-as tankcsata? Nem, hanem emlékmű. Ó, gyerekek, ma nagyon nem vagyunk egy csulán. Ilyenkor kell hazamenni. Tehát egy randi így indul, mint nekünk a ma reggel, ilyenkor föl kell állni, és hazakem, és azt mondja, hogy figyelj, bébi, nem vagy az esetem. Tehát ma mi hárman nem rezonálunk. Nagyon nem rezonálunk, de én ezt szeretem. Ilyenkor tudok vért szívni, ez jó. Mindenki is hibára rámenni, mindenkire rárepülni, mint a szúnyog, és bárki megbotlik, azonnal lökni rajta még. Egyet, ez jó. Szóval 56. Jó. Nem mindegy neked, hogy most 56? Hát igazából nem, mert előbb te oktattál ki engem történelembe, tehát így azt gondoltam, hogy akkor tényleg tanulok, valami utána nézek, de nem, hát ott nem nagyon volt semmi 45-ben. De mindegy, hát igen. Ma lesz van. Bali, bírt ki, a fiúk ma sumákul aláznak, nyeld le a béka. Most ma te kapsz. Valaki csak annyit ír a témáról, beszélgessetek már ne egymásról. Gyerekek, ez nem így működik. Milyen először meg téma? Kell teremteni a zent, a cheat. A Yin és a Yangnak együtt kell állni, és amikor megvan az összerezonálás, és amikor ráhangolódunk egymásra, akkor tudunk elkezdeni témázni. Amíg csetlünk, botlunk, addig nem indul el a téma. Tehát ennek kémiája van. Ti csak azt halljátok, hogy jó vagy rossz, de nem tudunk csak úgy témát elindítani. Ez egy 3-darabos puzzle. Ha nem áll össze, nem áll, akkor nincs. Akkor azt máshogy kell előttetni. Nem látod a képet.
Minden napnak kicsit más a kémiája. Hát ettől jó egy rádióműsor, hogy ezt az ember behozza azt, amit ugye otthonolsz, és higgyetek el, nem könnyű. Nem könnyű azért így. 2:50 felé már ilyen korán kell. Persze, általában nálunk ugye nem történik otthon semmi. Működik ez a rohadt garázskapu. Igen. Na, mutathatjuk akkor? Találtam egy gyöngycemet, és szeretném nektek megmutatni. Nem tudom, hogy jó vagy rossz, de majd segítetek eldönteni. Hallottatok már a Gügyülgeng nevezetű zenekarról, formációról? Gügyülgeng, és én kicsit szeretem őket, és azt is elmondom majd, hogy miért. De hogy mi volt a cél, amikor ezt a nevet megtaláltak, hogy Gügyül? Gügyülgeng. Mi hát, a Gügyül? A geng van ilyen település? Okay. Gügyüliek. A geng az oké, okay, az ugye csapat, lányan. Mit tudom én mi, de a Gügyül mi? Mi ez? Gügyül? Gügyül, Gügyül. Gügyül, és az gyül. Jobb. Ja, ja, Gügyül, nem, ugyanúgy értem. Ugyan szövegségben nem látom a gyűl és a gyűlletű közötti különbséget, mert én sem látom. Legalább fél méterre van a monitorom. Gügyülgeng. Gyűl. Gügyül. Gügyül. Gügyülgeng. Cs, mint Csihonov. Mondta valami komcsit, hogy érte is fel. Igen. Valami régi komcsi nevet kellett volna mondani. Szóval, Gügyülgeng. Igen. Nem hallottatok róla még soha? Nem. Magyar? Én megmondom őszintén, kicsit irigykedem rájuk, és azt is elmondom, hogy miért. Ők magyarok, igen. Még minden előtt állnak. Még minden előtt állnak. Nem. Megmutatom nektek ezt a klipet, legalábbis dal formájában. Ők egy rap csapatnak mondható, hát kezdetleges formációról van szó, de az a fajta életérzés, amit árasztanak, arról az én fiatalságom jutott eszembe. A felelőtlenség, a csapkodás, a micsoda, mi jutott eszedbe erről? Érdekes, egyik jelző se jellemző az én fiatalságom. A felelőtlenség. Sose csapkodtam, így a levegő, vagy hogy érted, hogy mentem az után, és csapkodtam a levegőbe. Te mi az, hogy csapkodás? Csapongás. Csapongás. Na, az volt. Az volt. Na, ugye elmondom, hogy miért, csak szeretném nektek megmutatni. Itt, hallgassátok meg őket, jó? Keménykedsz nekem szép. Igen. A testvéremmel már 12 éve számíthatunk egymásra, akármilyen tréve. Itt a Gügyülgeng, ez a mi kis csapatunk, amikor csak tudunk, az utcákon csapatunk, leírtuk ezt a dal. Régen, ahol felnőttem, az nem ez a hely volt. A válaszom annyi, hogy a banda, hold most egy flót. Hogy most? Ez van ez lesz, ami köd még egymáshoz a végén. Na, akkor nem érkezik. És olyan kemény, hogy rakkol, gyere ki a streetre. Itt a Gügyülgeng. Itt a vége. Jó, tehát, hogy olyan kemény, vagy gyere ki a streetre. Gyere ki a streetre. Háromszor, négyszer jelezték egyébként, hogy valami baj van, érted, és odamész, és beszólsz. És aki részt, vagy Dodit, vagy nem tudom kit, ki kezdesz, akkor abból bunyó lesz, nem lesz jó vége. Igen. Sem a Gügyülgeng, nem húzza újra. Egyben szórakozhat, és egyben szörnyű. De tényleg. Tehát, hogy jó arcok, érzések vannak, az emberben jó arcok. Igen. Lazák, picit unatkoztak, erre elkezdtek rappelni. Igen, de szerintem ezen minden, leginkább az, aki pasi csajok, szerintem kevésbé, átmentek egy olyan életszakaszon, amikor is valamit csináltál, és attól a valamitől te elképesztően keménynek érezted magad. Emlékeztek erre? Ez nyilván baromi régen volt. De amikor tényleg te felvettél egy szegecses karperecet, becsatoltad, lementél a szimacsatyorhoz. Lementél a térre, és nézted, hogy feltűrt ujjal nézik-e a szegecses karperecedet. Vagy felvettél egy olyan pólót. Vagy magasárú fehér pumacipőt. Vagy egy pumacipőt. Hát, attól inkább divatosnak, igen. Attól inkább divatosnak. Mi menőnek gondoltuk. Tessék? Menőnek gondoltuk. Igen? Aha. Menőnek, keménynek? Igen, kemény. Begyűrt farmer nadrág, tehát hogy bele, és úgy átkötve cipőzővel körülve. A klasszikát kellett kötni, igen. Tehát mindenkinek volt egy ilyen életszakasza, amikor is hordott, vagy csinált, vagy mondott valamit, amitől ő volt ott a telepen, a környéken, a faluban, a városban a legkeményebb. Vagy legalábbis ennek gondolta magát. Nem annyira kemény, mint a Gügyülgeng. Bokszer a zsebembe, a kezedet tegyed fel, szétkaplak én ember, akármit követsz el. Jó, hát, meg azért mindenáron bunyózni akarnak. Hát, hogy érted, jó, becsúszott egy kis ötjúják, egy kis töltött cigaretta, meg ilyesmi, meg hogy beírásokat is kap, de a bunyolni. Továbbra is egyébként én azt gondolom, hogyha lenne ennek az országnak valójában humorérzéke, vagy csak annak a néhány embernek, aki például a dalról dönt, simán el lehet nőket indítani az Eurovízión. Meg nagyobb lenne. és tényleg Magyarországon. Színpadon a Hörcmen, Bola, Szabó, Dodi, valaki, Hege, Skuba és Achilles. És a Gügyülgeng.
Na, de emlékezzünk vissza arra, amikor mi fiatalok voltunk, hogy mi volt az, amitől baromi keménynek éreztük magunkat, és ez valahogy a kamaszkorral együtt járt, tényleg ez egy hormonális változás, amikor tényleg elég csak egy ruhadarab, egy iskolai zenekar, hosszú haj, egy szimatszatyor, vagy valamilyen szegeces póló, és azt gondolod, hogy olyan kemény vagy, hogy senki nem tud beléd kötni. Csuklaszerító. És mindenki imádni fog. A legalapabb és a legelső az a csuklaszorító. De ez a plusz. Volt egy haverom, nem, műbőrből készített csuklaszorító volt, valamit szétvágtam miatt, talán fogalmam sincs, hogy mi volt, egy ilyen nagyon, ez a gagyi műbőr, emlékszem, ennek vászó volt a hátoldala, és hogyha egyszer megvágtad valahol, akkor elkezdett repedni ide után. És az egyik haverom csináltatott, de valami nagyon jó kis csuklaszorító, ott van egy cipésznél, és eleje hátulja volt, hatalmas szegecsek voltak rajta, és rohadtul irigyeltem, pedig egy olyat csináltam, amit teleraktam ilyen hátul széthajtható típusú szegecsekkel, aminek hátul volt ilyen két ilyen kis nyelve, és szét lehet hajtani. És az azért nagyon jó volt, mert hogy 30 darabot beleraktál ebbe a műbőr darabba, akkor az úgy szín a kezedet, mint az állat. De irgalmatlanul lehetett vele véríteni. Felhajtottam a kis dobos ingemnek az ujját, kis így. És nagyon menő volt. Irgalmatlan menő voltam, igen, és olyan, hogyha egy 12-es alkarral iszonyatosan feszítettem, nagyon mentem. És valahogy úgy érzed, hogy 3 számmal nagyobb cipőtortál, 4 centivel nagyobb volt a bicepszed, nagyon mentél, nagyon kemény voltál, és azt érezted, hogy nincs ellenséged. Igen. Nem? Sajnos a bicepszem nem volt 4 centivel most. nekem ilyen pamucsuklaszorítóim voltak, én is úgy mentem, hogy föltűnne, Schlesinger-es volt, ugye az ugró, nem tudom, pár duc puma. Meghatározhatatlan állatfajta, ami ugrott, és akkor, ha nagyon menő voltál, akkor 1 kézre húztad, ha a dupla menő akartál, akkor 2 kézre. És dupla színű volt, tehát ide húztál egy fehér pamucsuklaszorítót, de tényleg mennyire durva, szerintem ide pedig majd egy pirosat, azt hiszem, talán ilyen fekete ugró valami volt rajta. És akkor ugyanígy mentünk mi is a 2 darab csuklószorítóval, aminek semmi értelme, nem kell szorítani a csuklódat. Semmi. Magyar, arra az izzadságot le tudta törölni a homlokodról. De egyébként semmi értelme. Semmi értelme. Na, és hát nyilván egy csomó hallgatóknak, nektek is volt olyan ruhadarab, vagy ez lehetett akár egyébként egy viselkedésforma is. Köszönés, vagy egy szóhasználat, ami arról árulkodott, hogy te most nagyon vagány vagy. Mi volt? Mit hát mondasz? A köszönésnél, amikor ilyen különböző egészen hosszantartó köszönési ritust találtatok ki. Összeütött, hüvelykúj, összefordít. Három puszi, akár. A három puszi, a fordított kéz. Az mennyire kellemetlen volt. És meg kellett külön tanulni. Hát ez a kezet össze, hüvelykúj összeütött, lentről, hüvelykúj, megcsavarod, puszi, nem volt ilyen, puszi, nálunk az volt, nálunk nem ez volt, nálunk a puszi egy oldalra. Tehát akkor voltál bandatag, és akkor voltál benne az iskolai bandában, ha egy oldalra adtál puszit. Az egy oldali? Igen, egy puszi vagy 3 puszi, tehát sosem 2. És akkor onnan tudtad, hogy valaki melyik bandában vagy, 3 puszi van, vagy 1 puszi van. És akkor az 1 puszi is voltál. Puszi, mint puszi, mondjuk azoknak, akik hallgatnak bennünket. Igen, tehát arcra. Értitek, ugye? Jó, nem jó, most ne jelentsetek. SZ. Puszi. Ível pontos. Ível pontos, ível nagyon fontos. Tessék figyelmesen hallgatni bennünket. Szóval 1 puszi vagy 3 puszi. Így van. Csatom, nagyon kemény volt. Nagyon kemény, és ahogyha mondom, ilyen komplexe volt a köszönés, akkor konkrétan az történt, hogy kimentél, végigköszöntél, és mehetél is már haza, mert anyád azt mondta, hogy 8-ra legyél otthon. Igen. Nagyon ment akkor, amitől baromi kemények voltunk mi, hogy aztán Ákos indított el a bonanzával még, hogy hosszú haj, de alatta teljesen felnyíró. Emlékeztek arra a hajviseletre? Ilyen cofba végig, én hordtam így a hajam, aha, innentől kezdve cof hátul, ja, és ez a rész, ez full felnyírva. Hát ha láttál már hülyén kinéző fiatalokat, hogy mindenki így hordta a haját. Ákos, akkor még bonanzás voltál. Úgy hordtad, ugye, hogy cof és fölnyírva. És fekete pólót fölvettél. Mindenki ezt nyomta. És azt gondoltad, hogy nincs nálad. Nincs nálad, királyem, igen. Vagy ugye hát ez a függönyhaj, ami szintén. Ja, de mondjuk az nem volt annyira kemény. Az nem volt annyira kemény. Akkor csak jelezted, hogy hova tartozol. Hát vagy anyukád jelezte, mert ő nyírta. Fortunás voltál elvileg, ha olyan függönyhajad volt, akkor te fortunás. Fortunás voltál. Na, drága hallgatók, írjátok meg, ez tényleg 80-as, 90-es, illetve hát kinek mikor, ugye ki mikor volt fiatal, hogy mi az, amitől
ti kemények voltatok, milyen köszönés volt az, milyen szóhasználat, milyen ruhadarab az, amit felvettetek, és úgy éreztétek, hogy legyőzhetetlenek vagytok, írjátok meg nekünk, jó? 85-ben a nagymamám Nike pipát hímzett a 2 forintos pólóingemre, én voltam a király a lakóteleten. Igazi. Hímzett. Igen. Öcsém, spirálfüzetből 2 darab karika kivágva, egyik a fülbe, a másik az orba, és lánccal összekötve. Olyan kemény voltam, mint a pont-pont-pont. Zoli küldte nekünk spirálfüzetből, tényleg ki tudtad venni? Az, Dave Snake Szabó, az kidróba. De tényleg. És az volt egy matek füzetből. Ja, Istenem, de jó időszak volt ez, igen. Milyen kevés kellett akkor, hogy az ember keménynek érezze magát, nem? Na, várjuk az SMS-eket, írjátok meg, hogy nálatok ez hogy működött, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 6 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát szenzációs SMS-eket kapunk, ugye arról beszélgettünk, hogy van egy rap csapat, hát abszolút amatőr rap csapat. Mi olyan kedveljük őket, meghallgattuk többször a dalukat. Gütyül Gang, csokartatjuk a fiúkat. Helyesek fiatalok, és eszünkbe jutott róluk az, amikor hát hasonlóan, mint minden kamasz egyébként átmegy az érés azon fázisán, amikor is rájön, hogy nála nincs keményebb. Egyébként nem lehet másról szó, mint az, hogy dolgoznak benned a hormonok, nem? Azt meg hiszed, hogy tiéd a világ, meg kell mutatni, nyílsz ki, kezdesz csajozni, és úgy érzed, hogyha egy jó zenét hallasz, vagy felveszel egy csuklószorítót, vagy egy kamu bomber jacket, vagy egy farmer jacket valamilyen kitűzővel, akkor nincs nálad keményebb a földön. Ezen akkor is átmentünk, az a generáció, mi vagyunk, és szerintem a mostani fiatalok is így csinálják, nyilván máshogy. Vagy rettenetesen csírának érzed magad, és ezért kell kompenzálni pont az ellenkező irányba. Igen. Mert tudod, hogy csíra vagy. Tudod, hogy csíra vagy, és kell valamit csinálni. És kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti annó mitől éreztétek azt? Mi volt a köszönés, mi volt a szójárás, mit hordtatok, mit viseltetek, mitől lett az ember egy kicsit keményebb, mert ha beismeri, ha nem, ráadásul a pasiról van szó, pláne mindenkinek volt ilyen. Tehát van a fejlődés azon fázisa, amikor ezen átmész. Kinél hosszabb ideig tart, és mindenkibe beleköt, és éveken keresztül nagyon kemény. Vagy ki úgy marad. A hormonok miatt egész hamar letudja, és utána jó útra tér. És van, aki úgy marad. Igen. van, aki úgy marad. Figyelj, valaki írja például a Börzsékit a farmer mellénye, én ezt még mindig menőnek tartom. Nekem az még mindig bejön. Aha. Hát jó. Ez de tényleg. Tehát, hogy azt tehát, hogy van sok, tehát hogy már az egész a Milton kapocs, meg nem tudom milyen. Tehát a farmer mellény az ilyen meg... Jó. Nekem az még mindig bejön. Igen. Olvasd az esemes, hogy hagyjad, engedd el. Nem baj. Nem abszolút. Nem. Vannak dolgok, amik már nem menők, de nem baj. Annak tartod. Ezzel így. Mi attól voltunk kemények, hogy a camping bringát úgy torboztuk fel, hogy kartonból beregőt csináltunk a hátsó kerekéhez, és úgy csapattuk. Júj, de nagyon jó. Ami hát egyébként 1 kilométer után rongyobban, tehát a kartonpapír nem de bírta. Mi is csináltuk? Kicsit olyan volt, mint a motorra jöttél volna. Ebben az volt a jó. Hangja volt a bringának. Nagyon jó. Mi kártyapaklival csináltuk, sima kártyával. Az viszont jó biztos. És jó biztos. PVC szegecses kabát az Akácva utcai boltból egy manovaras felvarró, a farmerő bújtatójába gigakulcsomó, 100 méterről tudta mindenki, hogy jövünk. Gábor küldte nekünk. Telepen május 1-én buli volt, állt egy kabrió merci, mikor jöttek a csajok, neki támaszkodtunk, és bedobtuk a csuklószorítónkat az üléssel. A csajok meg lestek, kivenni nem tudtuk, mert jött a tula, és úgy elhajtott minket. Magzat, ez 1992-ben volt. Milyen menő volt akkor egy kabrió merci? Nem? 92-ben, 92. Hát nem sűrű látott akkor még az ember az emeltét. Neoton Familia párizsi lány dalából az olalá kiáltás építettem be minden mondatomba, egészen addig, amíg apám szájon nem vert. Azt mondja, a hipózott póló volt a legnagyobb, ha egy újnyit megkötöttél cérnával, utána karikák lettek rajta. Igen, hát ezek olyan volt, mint ilyen batikolt pólód lenne, ugye? És aha, akkor megcsináltad, és nagyon menőnek gondoltad meg. Igen. Nekem elég volt megnézni a Rambo 1-2-t, és a svájci sapkára a Stallone kitűzőket éve mentem a városba. Én voltam a legkeményebb elit veterán 12 évesen. Ez egy időre tényleg nagyon ment. És egy kitűzőtől a világ legkeményebb sráca voltál. De tényleg? Tele volt a város ilyen barátos srácokkal. És iszonyatosan keménynek érezték magukat. Aj, de nagyon szeretem ezeket az esemeseket. Ilyen. Fater, Hawaii mintás Boeing-je, azzal menőztem, körülbelül 3 volt rám nagy, azzal menőztem, pedig csak a városi akkori egyetlen turiából vette a fater, de higgyetek el, nagyon, nagyon menő voltam. Itt van egy hallgatónk, Dóri, hello Dóri, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Na úgyis csak pasik írtak inkább, úgyhogy kíváncsiak a lányok, mitől voltak kemények?
Na, hát igazából nekem azért volt szerencsém, mert nekem a nővérem külföldön élt, illetve hát nem élt, hanem ő a Magyar Cirkusz és Varieté vállalattal járta igazából a világot, és abban az időben, a 80-as években ő Ankarában volt, élt, és hát onnan küldte haza, illetve hozta haza a különböző, hát nagyon menő cuccokat, ilyen, hogy hologrammos tolltartó, akkor olyan gumi, hogy mozgott a macinak a szeme. Ó, hát ilyenekről mi álmodni sem mertünk. Hát akkor ezzel ti tényleg kemények voltatok. Nagyon csipkézokni, nagyon menő volt. Kilógott a fa. Hát mert lány. A felső részében. Igen, próbálták rámadni, de mindig létrehoztam. Mi szerettük. Akkor nagyon-nagyon menő volt, arra lehet, hogy emlékeztek, hogy a farmeron kívül oldalt futott ilyen minta. Igen, a farmeron kívül volt a minta, igen, itt a lábánál, a varrásnál két oldal. Végig, úristen, végig. Volt olyan. Igen, és diszkóba mentem, és körülbelül egy órája volt, hogy rávarja a mintát a nővérem, és szétvágta a léviszkendőt, és azt varta oda. Pedig akkor egy léviszkendőért ölni tudtam volna. Több embert meg kellett, hogy öljünk érte. Igen, fú, de jók voltak ezek. Maradt még egy kicsi anyag, és azt meg rávarta a farmerzekinek a zsebére. Úgyhogy nagyon-nagyon menő voltam. Akkor smiley-s póló, amit abban az időben behozott nekem. Az is mennyire ment egy időbe, tényleg. Igen, smiley-s póló. Hát és minden nyakba akasztható, Mick Jaggeres toll. Mick Jaggeres toll, amit a nyakadba akasztottál? Nekem csak ilyen pénztárca volt, ami vízálló volt. Az úgy volt, hogy a fejébe dugtad bele a magát a tollat, és a fejét akasztottad a nyakadba. Oh, azaz, ő volt az. Gyűlöltek a tanárok, utáltak. Persze, nekik se volt, igen. Gyűlöltek, akkor nagyon-nagyon jó füzeteket kaptam, amit ugye nem lehetett, mert voltak a standard füzetek. Hát azt nem lehetett, hogy én valami mintás füzettel jöjjek, vagy mondjuk nem tudom, egy ilyen csajszi van az elején, ilyen rajzolt. Akkor az komoly kihágásnak számított, persze. Hát fekete listán voltam szépen. Persze, igen. Oké, Dori, hát köszi, hogy elmondtad nekünk. Köszönöm szépen, ciao. Hello. Dori túl menő volt. De hát túl menő volt, igen. Azt mondja, modern talkingos pulcsi, amit itthon nem mertem felvenni, mert feloszlottak. De Erdélyben én voltam a menő benne. Vagy neonszínnel felír dirty dancinges póló. Reni küldenek. Jó kis dirty dancinges póló, de jó. Sárgalőíros neonszínű pulcsik iszonyatosan mentek. Igen. Haverom a magyar biciklire ifa tükröket rakatott, és a csomagtartóra felírta, a vadnak születtem. Feliratott. Nagyon kemény volt. Brosszos voltam, de kőkemény, írja egy másik hallgató. Fehér póló, szakadt farmer, makkos cipő, mindig meg akartak verni, de nem hagytam magam. Leszli küldte nekünk. Azt mondja, hogy én a mamámmal varrattam egy indító kék koptatotra, micsoda? Indigo kék koptatotra, nem volt pénz, farmer Jacky, hátára egy brossz plakátot, amit egy műanyag dossziéba vart bele, hogyha esik az eső, akkor ne ázzol le. Most nem lehetett a kabátot, ezért féltve őrzött kincsem, alig volt rajtam egyszer-kétszer. Puszi, beús, halljuk a többieket is. Azt mondja, hogy acélbetét, Puffy Jacky, sziklaterep gyakorló, kopaszfej, gonosz nézés. Kemény volt, amit a rohadt tök. Gonosz nézés. De az oroszlán királyon simán elsírtam magam. Igen. Írj egy másik hallgatót, nagyon jó. Mi köpködtünk. Aki nem tette, az is senki volt. A szarvasi zöld pázsit geng. Levi, alias Manó küldte. A nevetek nem erős, ez a zöld pázsit geng. A BMX banditák megnézése után annyira kemény lettem, hogy az első lépcsőn rommá törtem magam a kempinggel. Istenem, ez nekem megvan ez az életérzés. Sose volt pénzünk BMX-en, nekem nem volt BMX-en, pedig nagy álmom volt. És mi is megnéztük a BMX banditákat a május egy moziban. Nicole Kidman-nel kijöttünk, felpattantunk a tacskóra, a kempingre, és úgy szeltük a habokat a harmadik kerületi helyeken, hogy gyönyörű volt, és ugrattál, és kimentél a crosspályára, és kicsit te is BMX bandit voltál. És aztán egy haverod elesett, és sírva hazamentek. És aki nagyon menő volt, és az anyjának volt ott a varrógépe, az csinált ilyen szivacsbetétes, ilyen kamu tökvédőt, ahogy a vázra. Igen, persze, a menő volt. Hú, de kár, semmit nem ért, de nagyon látványos volt. Sose volt BMX-em is, de szerettem volna mindig. Műbőr kabát, hátamon kutyalánc, elől jelvények tucatja, Sex Pistols, Ramones, Bozsó küldte nekünk. Baboskendő a fejemen, fekete póló, farmer surranó, spirálfüzet spiráljából készített fülbevaló, nem volt lyuk a fülemben, nem volt nálam keményebb. Kinder Bandit küldte nekünk. Azt mondja, én az akkori csajok tangáját húztam a fejemre. Ezt picit elvetem. Nézzétek, hogy Józsi bugyival a fejem. Megint meg volt neki valaki. Nekem tértig érő Martens bakancs,
Elől végig fűzős, bőrbetétes, pántos stretch, miniruha hozzá, vörös öv, nyaklánc és egy kis szempilla rúzs. Én voltam az Amazonok királynője, ezt Krisztina küldte nekünk. Kempingbicikli, leengedett nyerek, billentett kormány, ez volt a chopper. Billentett kormány, leengedett nyerek, csodálatos volt, igen. Én akkor éreztem magam keménynek, mikor Walkman-nel mentem az iskolába, fül bedugva lazán, de nem volt benne ellen. Mit hallgatsz? Jó, de jó, atyaisten. Atyi, én farmer kabát hátára írtam rá, hogy rap. Mivel hímezni nem tudtam, gatyagumit vartam fel. ezt Tamás küldte nekünk. 90-ben németbe vettünk egy kamu légtalpas cipőt, akkor elérhetetlen volt a Nike Air Max itthon. Emlékeztek meg, tudod, a siker volt? Na, volt egy Air Max-ed. Akkor mindened volt, mi? Legnagyobb voltál. Vagy pumpálós ribák, az volt a másik. Úristen. A suliban az egész emeletről átjártak megnézni, mert azt mondtuk, hogy ez nem légtalpas, hanem gáztalpas cipő. Egy hét királyság volt. Toneres Karcsi küldte nekünk. 90-es években már akkor Snoop Dogg-ot hallgattam, amikor itthon még repülők volt a menő. Homboy gatya, kapucnis felső, fém kutya pórázlánc a nyakban lakattal. Nem volt keményebb rapper a faluban. Attila küldte nekünk. Cipő belső oldalára gyufás doboz széle felragaszt, rágyújtásnál láb fel, gyulladt meg a gyufaszál, mint a húzat. Én voltam a legmenőbb. Az ugye milyen? Hát mert a régi jó, nem, de kár, hogy ezt nem ismertem. Gyufa az még, ugye a régi gyufa az gyulladt bárhol, és azt már nem tudtad beszerezni, ezért fölragasztottad tényleg. De jó lehet. És alig vártad, hogy valaki tüzet kérjen. Van tüzet? Hogy ne lenne. Mennyire menő. Nem? Én sajnos nem ismertem. Atya Isten. Azt mondja, hogy Buffalo bakancs, bőrnadrág, izompóló, búvárkabát, hidrogénezett haj. Nagyon kemény voltam, írja egy hallgató. Divat lett a koptatott farmer, így kocsi után kötöttük a farmer nadrágot, és több helyen elkötve teliraktuk a szárát sóderral. Igen. És úgy húzták az autó után. Atyine. A 90-es évek elején Lada vezérműláncot hordtam öf helyett még a középiskolában. Ezt Tibi küldte nekünk. Elég volt egy boroskola és egy bomber jacky, mi már kemények voltunk. A tetoválást imitáló nyaklánc borzasztó menő volt. Persze többi haver Bravo és Bravo Girl magazinokhoz is ajándék volt. Ezt Nóri küldte nekünk. Volt ilyen műtetoválás a Bravo magazinban, és ezt fölraktad, mi nyaklánc, igen? De most ez már olyan szintű menőség volt, ami felfoghatatlan volt a számunkra. Műtetoválás. Helyi gazdaboltban vásároltam kutyapórázt, és annó gyerekként azt a láncot raktam a nadrágom bal oldalára, mint a rapperek. Iszonyú nyomorult volt, de akkor nagyon lazán hittem magam, írja egy hallgató. Veszkó csizmától voltam a falu bikája. Írja egy másik hallgatón, köszönjük szépen, és a kockás flaneling és a feliratos zenekaros póló, azt én is hordtam, úgy derékra kötve a kockás flaneling, axerózos gánzis póló és egy farmer short. Bringanadrág. Bringanadrág, és mentél osztályt előrülést. Jaj, de a bringanadrág nem, azt nem, azt nem, azt nem, igen. Jó, de a felülmúltatlan kemény, ez mégiscsak a mindennek a teteje, a leges-leges legnagyobb. Java Mustang, Camping Kerónak a kormányában. Chopper volt, mi? Ez choppered volt. És azt hitted, hogy nincs nálad kemények. Igen. Ki az a Jack Nicholson, vagy Dennis Hopper? Ezzel a laptankkal, vagy nem tudom. Igen. Annyira ciki volt. Na jó, köszönjük az SMS-eket, itt van egy hallgatónk, már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Lész hevére a szív. Hozzájállat, élet a szívben, aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyelangime. Aki válaszol. Halló. Halló, jó reggelt, ajrám Anna. Anna? Igen, ajrám Anna. Atyaisten. Hát ez... Marianna. Marianna. Nem. Akkor nem tudjuk. De hasonlít. Hasonló, mondd meg gyorsan. Anna Mária. Anna Mária, igen. Hello, igen. Anna Mária. Na mondom is, mink van. Figyelj, bele is vágunk. Jó, szólásmondás, tárgy, vagy pedig város? Hát, legyen a tárgy. Legyen a tárgy. Jó. Indítjuk az órát, már is mutatjuk. Figyelj, így szól. Kasisókúb. Kasisókúb. Kasisókúm. Sókúb, B-vel. Kasisókúb. Kasi sókúd. Na, hát nem. Kasi sókúd. Kúb. Be. Bukósi sarkány. Ah, jól van. Már éppen akartam harmadszorra is megmutatni, így van. Köszönöm szépen. Kasi sókúb. Ez a bukósi sark volt, így van. Megvan az ajándékcsomagon. Kétszer mutattuk, úgyhogy. Jaj, de jó, köszönöm szépen. Minden benne van. Örülsz?
Jaj, nagyon-nagyon örülök. Most jelentkeztem először, és ugye be is kerültem, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. De csak gondolod, ha teszel egy próbát? Igen. Jó van. Nagyon örülök, hogy sikerült játszanom, és hogy beszélhettem veletek. Mi is örülünk, és annak is, hogy nyertél. Puszi, Anna Mari. Köszönöm, puszi nektek. Hello. Na, mi jövünk vissza hírek után, és vendégünk lesz, méghozzá egy nagyon érdekes vendégünk, aki nagyon jó dolgokról beszél, mert ugye aludni mindenki szokott, és kiderült, hogy a magyar lakosság nagy többségének vannak alvási problémái, és egy nagyon érdekes beszélgetésre készülünk egy alvás terapeutával, aki baromi egyszerű hétköznapi technikákat, dolgokat fog elmondani, hogy mit alkalmazzunk, ha nem tudunk rendesen mélyen aludni, fáradtak vagyunk, és milyen egyszerű hétköznapi praktikák vannak annak érdekében, hogy mindenki jól aludjon. Ugyanis vannak erre technikák. Például ne csináljunk gyereket, ugye? Kezdjük egyszer. Igen. Úgyhogy erről beszélgetünk majd vele, mert nagyon érdekes kutatásokat, kísérleteket hozott, és konkrét módszereket is, amivel el tudja mondani, hogy mivel tudunk, és hogyan tudunk egy picit jobban aludni. Úgyhogy vele beszélgetünk majd Ákos híre után. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Csak egy jó kis bonanz, egy a végére egy lezárjuk a témát, mert ugye hát a 80-as évekkel foglalkoztunk, vagyis hát leginkább legtöbb hallgatunk, akkor volt kemény. Nyilván ki egy kicsit később, ki egy kicsit korábban, de ezzel a dallal akartuk még lezárni ezt a témát. Hát bonanza, ha szólt, a Walkmanetben igazán kemény voltál. Van ez a kérdés, mikor voltál kemény? Hát, hogy 81-84-ig. 81-84-ig annyira kemény voltam a Kasszás Gyula hét megálló, amikor bonanzát hallgattam, te félje, hallod? Szegetes. Már menekültek. Már mindenki menekült. Na, itt vagyunk, és úgy néz ki, hogy egyébként már ami az időjárást illeti, alakulunk. Reggel nagyon hidegen indult az idő, szerintem sokan érezték magukon, de azt mondják, hogy vége az esős napoknak, jön a jó idő, jön a napsütés. Most egészen még a hétvégéig, amikor csak 4 napos hosszú hétvég. Így van, pénteken már szakadó esőt látok. Tényleg ott van a szakadó eső, de ez basszus. Nem jelent semmit. Szerdán ez még sokat változhat. Vasárnap, hétfő, kedre viszont már 10-13 fokot ír, úgyhogy még az is lehet, hogy jó időnk lesz. Na, nézzük a közlekedési híreket gyorsan, mit írnak hallgatóink, mi történik reggel az utakon. Sziasztok, klasszosok, mi a csuda lehet az M5-ösön Budapest felé a 41-es kilométer körül? Zsejke kérdezte tőlünk, mindjárt mondom, hogy mi van. M1-M7 közös bevezető szakasz a K.O. ezt máj kiküldte, Szombathely felé trafia felüljáron az M86-os 88-as kilométerénél, valamint igen, hát az M7-es kivezető az is elesett. De a kivezető? A kivezető beállt, mint Szegecs Jani kezébe. Nem tudjátok, hogy mi van. Köszi, Robi. Tehát a bevezető szakasz és az M7-es kivezető szakasza is. Mondom, hogy a bevezető szakaszon a belső sáv lezárva az áruházaknál, és aha, emiatt van óriási dugó. Ez oké, meg ilyenkor befele jönnek, azt értem, hogy kifelé. Így van. Illetve megvan az M5-ös található dugó oka is. A főváros felé a 40-es kilométernél útépítés van, egy sávon halad a forgalom, már most 1 kilométeres a torlódás, és ez csak nagyobb lesz. Ezt Peti küldte nekünk. Úgyhogy, ha jöttök a főváros felé, akkor a 40-es kilométeren, ha túl vagytok az építkezésen, már lehet haladni. Addig viszont dugóra kell készülni. Hát lehet, hogy lehet kerülni, nem? Az ember lemegy, följön, és akkor ki lehet kerülni. Pákoznál mindhárom irányba beállt az M7-es. Mi lehet a harmadik irány? Nem Pákoznál az M7-es három irányba? Ja, harmadik, az a Pest felé, Bulaton felé. Okay. De olyan, tehát mi a harmadik? Azt nem tudom, az M7-esen merre lehet még menni. Az M3-as a Nyíregyházától a Tiszáig köd volt, utána már lehet rendesen menni, trafit nem láttam, de lehet, hogy van. Ezt Fecni küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint Lakihegyen, a Dohányboltnál, Halásztelek felé a félsávot elfoglalják a balesetesek. Már az M0-as is kezd visszadugulni, illetve Csepel is, ezt pedig Móni küldte nekünk. Köszönjük szépen. Emlékeztek még a régi SMS-ekre, amikor minden nap a teljes pályázár volt az M0-áson? Volt egy ilyen időszak a rádiózásunknak, amikor minden reggel órákat álltak az emberek az M0-áson, mert 2 sáv volt, baleset volt, és ott valami történt, órákra megbírt. 2 sáv az is ilyen vékony. Igen. És minden nap reszkedtél a kamion mellett elmenni, de tényleg, és minden nap baleset. Minden nap történt valami, igen. Na! Egy nagyon érdekes témával folytatjuk, már mondtam a hírek előtt, hogy mivel megyünk tovább. Egy olyan dologról szeretnénk most kicsit többet beszélni, illetve megtudni, ami ugye hát mindenkire jellemző, mert hogy mindenki alszik, ki kevesebbet, ki többet, ki jobban, ki rosszabbul, de hát ez egy nagy kollektív igazság az emberiségre nézve, hogy ezt nem tudjuk megúszni, bármennyire is szeretnénk. Legalább elméleti síkon legyünk otthon a témában, az almás témakörben. Így van. Ti Samsungosok legyetek az almás témakörben, illetve mi az alvás témakörben, gyerekes szülők. Mert hogy meghívtunk egy alvás
terapeutát, hogy a különböző női magazinokban olvasható nagy közhelyeken kívül, miszerint legyen jó a tolpárnád, feküdj le 10-kor és legyen hideg a szobában című történet után egy kicsit mélyebbre ásva tudjuk meg, hogy bennünk van a hiba, hogy nem tudunk jól aludni. És most, gyerekben. Igen, és most felejtsük el a külső körülményeket, hogy egy-két gyerek vonul éjszaka, és hát állandóan költöznek. Mert hogy megtudjuk most, hogy mitől tudunk jól aludni. Dr. Fogaras Éva itt van velünk. Hello Éva, jó reggelt kívánunk hello, neked. Hello, sziasztok. Hello. Hát, kezdjük már ezekkel a közhelyekkel, amiket elmondtál, hogy hideg szoba, várj, ne egyé hattól. Mindjárt erre is átérek, csak egyetlen egy kérdés előtt, hogy lehet valaki alvásterapeuta, amikor 7 gyereke van? Tehát, hogy ezt hogy sikerült neked lemenedzselni? Hogy... Az első 6-ig semmi gond nem volt, és végül azért lettem alvásterapeuta, mert a 7-dik meg annyira rosszul aludt. Igen? Igen. És akkor éjszaka ahelyett, hogy aludtál volna, foglalkoztál az alvással, legalábbis elméleti szinten olvastad, hogy milyen jól lenne. Nem aludtunk egyáltalán, mert hogy én igazából napközben az apukámnál voltam a kórházban, mert akkor nagyon beteg lett, csak hazarohantam megszoptatni a gyereket. Éjszaka meg ott voltam mellette, úgyhogy ő azt gondolta, hogy akkor van nappal. A gyereknek, hogy így felborult az éjszaka és a nappal napi rendje, ezt fél évig nem lehetett visszaállítani, én azt hittem, hogy belehalok, annyira fáradt voltam. És akkor a másik 6 se aludt, nyilván fölébredtek a 7. sírására. Igen. Hát sírni nem hagytuk. 7 gyerek. Csönd volt, de... Ezt azért úgy szoknom kell. Hős. Tehát a hős az... Nem. Jó buli volt ennyi. Igen? Persze. Mekkorák már nagyok? Hát a legnagyobb már 35 éves, a legkisebb meg 15. Ó, hát így könnyű 7 gyereket nevelni, mert ekkorák. Hát ez így, csak nem ekkorát születtek, ugye nyilván. De így most 35. Atya úristen. Azt a mindenit. Igen. Hát nagyon nem látszik rajtad. Te viszont mit csinálsz magaddal? Igen, nagyon nem látszik rajtad, igen. Nem csak mert... Konzerváltak a gyerekek. Ja, hogy az első 4-et örökbe fogadtát. Hát vagy tényleg itt a nem, a egy alomból valók. Egy alomból valók. Itt a kulcs, hogy alvásterapeuta valószínűleg jól alszik, és ennyire fiatalnak tűz. Nyilván az is vagy, de hogy nem mondaná meg az ember rólad, hogy hét jól alszunk, ez a lényeg. Na, amit Feri mondott, nézzük a közhelyeket, mert arról nem szeretnék beszélni. Az ember alvásról beszél, akkor ugye tudja, hogy általában mennyit alszik, rosszul alszunk, felkelünk sokat. Tehát ez tényleg jellemző a magyar lakosságra, hogy baromi rossz az alvás, fáradtan, nyúzottan ébredünk, hallani reklámokban különböző ilyen szorongásoldókat, meg alvás elősegítőket, tehát nyilván nem ez a megoldás. Tudunk mélyebbre ásni a tolpárna és a hűvös szobán túl, mert hogy ennek a beszélgetésnek ez lenne a célja. Szerintem tudunk. A legfontosabb az, hogy picit menjünk vissza a természetbe. Tehát az alvás az egy sötétséghez kötött életfolyamat. És az éjszakát megelőzi az alkonyat. Na most az alkonyat az a napszak, ami előkészít minket a idegileg és hormonálisan az éjszakára, viszont attól félek, hogy az alkonyat az a civilizált ember életéből kiveszett. Tehát ez az előkészület, ez nem történik meg a szervezetünkbe. Az alkonyat ideje alatt kevés a fény, most ehhez képest mi leülünk, tévét nézünk, számítógépezünk, nyomogatjuk a tabletteket, az okostelefonokat. Tulajdonképpen az idegrendszerünk már felkészült volna az éjszakára, mert azt érzi, hogy elég magas az alvás készítése. A külső ingerek viszont ezt nem támasztják alá, mert nincs sötétség. De tulajdonképpen egy összenemillést, egy összeférhetetlen állapotot él meg az idegrendszer, nem érti, hogy mi történik, mert a külső ingerek azt mutatják, hogy mintha delelne a nap, akkor a fény. Tehát azt mondod, hogy az az első és legfontosabb hiba talán, hogy a fényből, monitorok elől, világított nagyszobából, nappaliból megyünk át úgy a sötétbe, hogy egyszer csak magunkra kapcsoljuk a lámpát, és baromira erőlködünk, hogy mi nem tudunk elaludni, úgyhogy még 5 perce világos volt. Most nem mondd, hogy nálatok 8-tól 10-ig gyertya. Nem, de viszont felveszünk. Hol vagytok? Amennyire lehet hangulatvilágítás van, ami régen egy fogalom volt. Másik pedig az, hogy aki számítógépet néz, és azért nagyjából este már azon nézünk tévét, tehát filmet is, a számítógépekre rá lehet tenni a kékfényszűrőt. Nagyon fontos. Mindenki tegye fel számítógépre, mobilokra, tabletokra kékfényszűrőt. Jó, akkor csak beszéljünk erről, csak hogy haladjunk sorba. Oké, ott tartottunk, hogy menjünk át egy ilyen átmeneti állapoton. Tehát ha valaki nehezen alszik el, kezdje onnan, hogy mondjuk nem világos nappaliból megy be a hálószobájába, hanem először csinál egy fél homályt. Oké, ez az első. A másik a kékfény, ugye ez különböző agyi ingereket, impulzusokat küld. Így van, az agyunknak. A biológiai óránk a kékfényre reagál, semmi más. A biológiai óránkat azt kapcsolja be, illetve azt kapcsolja ki. Tehát ha én laptopozom vagy telefonálok, akkor az agyam azt az üzenetet kapja, hogy még nincs este, nem kell aludnom? Hát, hogyha nem teszed fel a kékfényszűrőt, akkor konkrétan azt az üzenetet kapja, hogy delel a nap. Tehát annyira erős az a kékfény, ami rád dől a monitorból. Én azt vettem észre, hogy például, ha olvasok elalvás előtt, sokkal könnyebben tudok elaludni,
mintha például még csesztetem a telefonomat. Tehát, hogy még átnézem az e-maileket, válaszol, dolgozik egy kicsit, és utána folyamatosan kattog az ember agya. Mikor például olvas, lehet, hogy a természetes fény miatt, vagy a lámpafény miatt, nem tudom, bár néha ellenlámpával olvasok, ami a telefonomból jött, hogy végig tudjon aludni, akkor sokkal gyorsabban elalszom. Ez az oka? Hát az olvasás az valóban könnyen elaltat, főleg akkor, hogyha mondjuk a fényforrás nem látod, csak a papírt világítja meg a fény. Az olvasás az tulajdonképpen beindít egy ilyen belső filmet. Amit olvasol, azt elképzeled. Elindul a jobb agyféltekéd, és a jobb agyféltek az, ami altat. Na, nézzük még egy-két közhelyt, aztán kérdezünk majd mélyebb dolgokat is. Például ugye van ez a nagy klasszikus számolás. Én ezt hosszú ideig csináltam, rohadjon meg az összes várány, amit én leszámoltam fiatalabb koromban, mert egyszer ezt nekem valaki elhintette. Én itt soha nem tudtam elaludni. Bennem volt a hiba, vagy ez egy baromi nagy hülyeség, és ez nem működik? Szerintem egy baromi nagy hülyeség, mert a számolgatás az egy ilyen valagyféltekés kognitív funkció, ami azt jelenti, hogy az inkább ébreszt minket, mint hogy elaltatnak. A monotonitás az, aminek altatni kéne. Gyerekek, én 3000-ig úgy leszámoltam a birkacsordát, és utána azt nem, hogy kettő hiányzik, megmondtam, hogy a 916-os meg a 444-es eltűnt. De simán, hát éjszakáig számoltam. Tehát akkor emiatt nem tud az ember elaludni. Persze, tehát ahogy az álmok is képekben álmodunk, nagyon kevés párbeszéd folyik álmunkba. Tehát ugyanúgy az elalvás segíti azt, hogyha képekbe gondolkodunk. Gondolj a kedvenc filmedre, vagy arra a sokat gondolok. Na. Ezek felnőtt filmek általában. Az a baj, ez mindig felzaklat. Jó. Nekem a Meryl Streep a kedvenc színésznőm, és ilyenkor úgy átgondolom magamba este, hogyha lassabban alszom el, hogy melyik filmekben milyen jó jelenetei voltak. Borzasztó gyorsan el tudok aludni. Fontos, hogy mindig ugyanabban az időben aludjunk el például? Nagyon fontos. Igen? Mint ahogy a természetben is a nap mindig ugyanakkor megy le, az a pár másodperc késés, ami az ellipszis pálya miatt van, az belekalkulálja a biológiai óránk. Nagyon fontos, hogy mindig ugyanakkor feküdjünk le. Azok az emberek, akiknek van egy alvási napirendje, azok sokkal jobb alvók. Mit jelent, hogy alvási napirend? Ez a felkelés és a lefekvés? Uh-huh. Így van, mindig ugyanakkor kell fekszenek le, és mindig ugyanakkor kelnek fel. A felkelés az nekünk állandó. Tehát az nagyjából szerintem senki nem állítja át az órát, ez mindig ott szól. A felkelést is be lehet úgy időzíteni, hogy inkább akkor keljek, amikor éberebb vagyok? Igen. Tehát az alvás az másfél órás ciklusokból tevődik össze. Egy felnőtt ember 5 alvás ciklust alszik éjszaka, akkor kipihenten ébred. Na most, amikor este lefekszel, tudod azt, hogy hány perc alatt alszol el körülbelül, azt próbált kiszámolni, hogy az elalváshoz képest valahányszor másfél óra múlva ébredj. Keljek fel. Igen, tehát hogy a ciklus végén ébreszem. Egyrészt akkor vagy a legkönnyebben ébreszthető, másrészt akkor nem kell félbeszakítani egy ciklust a szervezetednek, mert az már önmagában egy stressz lenne ébredés. De két ciklussal jó vagyok, mondjuk 3 órás alvással? Biztos, hogy nem vagy jó, de két ciklussal legalább a mély alvásod megvan. Aha. A mély alvás alatt a biológiai regeneráció az megtörténik. És akkor mondjuk 4 az oké? 6 óra? Hát a 6 óra se oké még, tehát a 7 és fél óra az is. Egy a lényeg. Fél 10-kor cicsicsika van. Igen, mennyire életszerű. Sem ennyire. Én mondjuk lefekszem 10-kor, én nem bírom. Miért észrevettem, hogy éjfél előtt alszom 2 órát, sokkal jobban kellett. Ugye, nem bírom. Most azt mondom neked, hogy az az ember, aki 7 és fél órát alszik, az szellemileg, mentálisan szélesen toppon van. Tehát a jó gondolkodás, a gyors reakció. Ezért ülök a 50-essel, mert ezt én alszom csak 2 és fél órára. 4 órát alszanak, félek, hogy lemaradnak valamiről, annyira halálvágyuk van már, hogy sietni kell. Na, az a lényeg, hogy az éjszaka második felébe álmodunk, és ezek a mentális felépülés, a mentális fitnesség az álmodunk. Bocsánat, csak elbeszélsz a mikrofon. Úgy, nagyon jó, egészen közel. Most próbáld meg, hogy nem szorítod a mikrofon. Úgy jó, hogy szuper, de ha szorítja, jobban bele. Szóval, hogy másfél órát számoljunk. Tehát amíg 10-kor elalszom, akkor jó, ha másfél órákat kiszámolok, és ahhoz képest kelek. Igen. Én is megfigyeltem, hogyha például 17:30-kor sikerül felkérni, mert elkésem, sokkal fáradtabban kelek, mint ha mondjuk 16:45 körül kelek föl magamtól, akkor valahogy kinyílik a szemem, és ahhoz például nem kell óra. És fél óra telik el, de egyszer nagyon fáradtan kelek, egyszer meg nagyon frissen. Ez pont ezért van? Ez pont ezért van, és igazából minden ciklus végén felébredsz, vagy egy pár másodperc, hogyha ez 2 percnél rövidebb idő, akkor nem emlékszel rá, hogyha annál hosszabb, akkor emlékszel, sőt, hogyha ott az idő, akkor ki is ébredsz, és könnyedén fel tudsz kelni. Mi van a gyerekekkel, akik például a lámpafénynél alszanak el? Mert hát nálunk a Benni nagyon szereti, hogy valami ég a szobában, nyilván fél, egy kicsit szorong, ez egy teljesen természetes velejáró. Valami ég, akkor azért tegyél be egy porralat.
Hú, Ferik, hát megint elolvastál egy autát. Nem, ez van, valami ég a szobában. Igen, akkor fel van kapcsolva a lámpa, elnézést, Gricsi tanár úr, hogy rosszul fogalmazta. Tehát fel van kapcsolódva egy lámpa. Adjad, ég az. Szerintem a lényeget halljuk meg, Feri, de köszönöm, oda fogok rá. Mesterséges fényforrás működik a szobában. Köszönöm szépen. Az éjszakai mesterséges fényeknek ilyen borostyán sárgának kéne lenni. Az nem nagyon zavarja az idegrendszert, és akkor is olyan helyre tegyétek, ahol magát a fényforrást nem látja. Tehát egy ilyen sólámpaszerű dolog, ami egy ilyen kicsit narancssárgás fényt ad. Az egész jó. A nekünk úgy van, hogy a gyereknek a szobája előtt, tehát nem kapja meg a közvetlenül a fényt, egy ilyen nagy sólámpa, ahogy Balázs is mondja, világít, de csak beszűrődik a fény a gyereknek a szobájába. Jó, szóval minél kevesebb, és minél kevesebb legyen maga a fényforrás. De rosszul alszik, tehát ha fél, és ég is, ennek ellenére megnyugtatja, hogy ég, akkor is inkább. Az alvás egy sötétséghez kötött életfolyamat. A legkisebb fény is megzavarja. Aha. És hogy állítod át, hogy ne, hogy elaludjon, mert aki eddig fényben aludt, ez most egy 5 éves gyereknek elmagyarázni, hogy már... Hát, amikor elalszik, lekapcsolod, nem? Az segít? Persze, persze. Pont elég. Uh-huh. Tehát megvárom, míg elalszik, és utána lekapcsolom. Így van, és utána lekapcsolom. Uh-huh. Miért van az, hogy a felnőtt lakosság 80%-a rosszul alszik? Tehát nem hiszem, hogy ezeket mindenki elkövetné, mégis legtöbben nyúzottak vagyunk, fáradtak vagyunk, nem tudunk aludni, és azon kívül, hogy legyen jó és a matrac. Csak azok, akiknek rosszul kellene aludniuk, azok alszanak jó. Ezt nem tudom. De... nem tudom, hozzám azok jönnek, akik rosszul alszanak. De hát tényleg ez egy népbetegség, hogy panaszkodom, rengeteg, hogy rosszul alszom, hogy nem vagyok kipihent, hogy nem alszom eleget, vagy eleget alszom, mégsem vagyok kipihent. Hát mi lehet még a hiba? Hát igazából be kell tartani az alváshigiéniai tanácsokat. Ez a legfontosabb. Valóban hideg szobába kell aludni, valóban kell legyen egy alvási napi rended, mindig ugyanakkor feküdjél le, és lehetőleg mindig ugyanakkor keljél fel. Valóban nem kell estére sokat vacsorázni. Hát ezek a nagy klasszikus dolgok, igen, hogy együnk, igen, ne együnk zsírosat. Hát igen, ezért alszik a Feri 30 éve rosszul, ugye? Hát ez a ne vacsoráz, ne egyél zsírosat. Ó, én nagyon rosszul alszom, te. Igen, ó, hogy tudom, én forgolódom éjszaka. Azért nem szabad vacsorára sokat tenni, mert akkor az a belső lehűlés, ami az alvásnak a kulcsingere, nem tud megtörténni, hogyha tele van a gyomrunk meg a vérrendszerünk. Tehát vacsorára valóban minél kevesebbet tegyünk. Szénhidrátot azt lehetőleg egyáltalán ne, az hormonálisan zavarja meg az alvást. Tehát a belső ereknek össze kell húzódni. Ez az alvás. Ki kell hülyek éjszakára. Mi a helyzet az esti? Belülről ki kell hülyél éjszakára, így ahogy mondod, és ez csak akkor történhet meg, hogyha nincsen tele a gyomorbérrendszered. Mi a helyzet az esti sportolással, testmozgással? Én mindig, amikor elhűlve látom azt, amikor 9 órakor kezdődik valahol valamilyen sportfoglalkozás, de bármilyen szintű. Tehát, hogy megvan hírve, 9-től 10-ig. És akkor elhűlsz. Mit tudom én, hétfő, szerda, péntek. Igen. És egyébként joggal hűsz el, mert ők ugyanis Jézusom, nem tudnak világ elhűlni. Tehát egy ilyen intenzív sportfoglalkozás után 4 óra kell ahhoz, hogy a belső 4 óra kell ahhoz, hogy a belső maghőmérsékleted le hogy tudjon hűlni. Úgyhogy az esti sport valóban nem jó. Észrevettem például a gyerekek nyomán beninni, hogyha sok folyadékot iszik, akkor sokkal rosszabbul alszik. Lehet összefüggés a kettő között? Lehet összefüggés. Mi az összefüggés? A biológiai óra az a hipotalamuszban van, és a hipotalamuszban pont a biológiai óra mellett vannak a víz visszaszívó magok, tehát annak ébresztő hatása van. Milyen mag, ne haragudj. Víz visszaszívó magok. Aha. Kiválasztás. Ja, hogy ne pisiljek be. Ez a Viki vette észre, hogyha ha nem alszunk. Mondjuk ki. Nem egészen így, hogyha nem kap a gyerek, tehát vacsoránál iszik mondjuk 7 órakor utoljára, és utána bármekkora küzdés is ellen tudunk neki állni, én kevesbé tudok, pedig kellene, hogy ne igyon a gyerek, mondjuk kitalálj, még szomjas vagyok, fogat mosok ötször, nem tudom, de ha nem kap akkor már folyadékot, akkor sokkal mélyebben, sokkal jobban alszik. Pedig azon az ember egy pohár víz igazából nem tud bezavarni. Hát, de mégis bezavart. Tehát egyrészt a hipotalamizmus miatt, a másik pedig az, hogy ő is felébred minden alvás ciklusa végén, és akkor, hogyha arra az kis időre gyakorlatilag ő megérzékeli azt, hogy a hólyagja tele van, és ezért fel fog ébredni. Uh-huh. Kiébred, nem csak felébred egy pár másodperc. Mikor a mentális tönkremenés után mi az első jele például, ha valaki alvászavarral küzd? Tehát a test hol kezd el kommunikálni, és honnan tudja egy átlagos hallgató, aki most ül a kocsiban, hogy az lehet a panaszom, hogy mondjuk én nem alszom eleget. Hát nyilván ez kicsit általános, és nem lehet ezt valamire ráfogni, de hol jelez a szervezet, arra gondolok, hogy valaki nem alszik eleget? Az a második támadási felület. A mentális zavarok után? Az alvás problémáknál, uh-huh. Igen, igen. Tehát azt kell mondjam, hogy a pszichés fitség az, amit először elvesztünk, és utána nekem rengeteg betegem már refluxszal, IBS-sel, gyomorfekéllyel, ilyen betegséggel jelentkezett. Volt olyan is, aki már ki volt írva a műtétre,
refluxra, refluxműtétre, és mondtam neki, hogy egy picit várjon. Mire a műtét sorra került volna, már el is felejtette, mert jól aludt, és megszűntek a problémái. Esti szex? Esti szex nagyszerű. Komolyan? Igen. Tényleg? Igen. Az alkonyat ideje alatt tökéletes. Na, hogy mi, ha már este szexelek, az bűncselekmény? Már hát, úgy értem, hogy amikor alkonyat, és azt mondom, drágám, jön az alkonyat, essünk egymásnak, de este már nem nagyon, tehát lehetőleg ezt is még az átmeneti időszakban, alkonyatkor? Nézd, azért legyen egy napi rendet, tehát azt az ötször másfél órát, azt lehetőleg aludják ki. Előtte fekszel. Ja, azt hittem az ötször másfél órát már a... Kicsit megijedt szexre, mondd az ötször másfél órát. De hogy napot? Házasság után, tíz év házasság után, ötször másfél óra, hanem azért legyünk őszintek egymáshoz. Ennyi volt összesen. Évi egy kis rendszeres. Szóval, hogy az például ajánlott mindenkinek. Igen. A gyerekek állandó vándorlásával fölkelek, fölébresztem apát, befekszem közé, visszafektetem. Mit tud csinálni? Mert szerintem sok szülő például azért lesz kialvatlan, mert ugye a gyerek az első 6-8 éven sokszor nem alszik nyugodtan. Föl kell, rosszat álmodik, szorong, átjön. Feküdjön mellém, visszatereljem az ágyába, bár ez már inkább ilyen nevelési kérdés is kicsit. Hagyjam, hogy köztünk aludjon, vagy ne izguljak az, hogy négyszer föl kell és átjön, majd ő úgyis kialussza magát. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy letettünk jó néhány matracot a földre, és nem ott aludtak a gyerekek. Isteni volt. Egy nagy közös? Igen. Komolyan? Nagyon sokáig, igen. Igen. Hm. És hogy született az ötödik? És a hatodik, ha addig ott aludt. Megoldottuk. Mert ilyenkor ez szokott lenni, ugye, hogyha együtt alszanak a szülők, hogy akkor viszont elhidegül a pár egymástól. És a gyereken is okozhat ez ilyen egyébként idegi dolgot, hogy még 3 óránként kell, rosszat álmodik, föl kell, jön, vonul folyamatosan. Nyilván ez náluk is okoz egyfajta mentális zavart. Sokkal jobb az, hogy egyben van az éjszakája. Tehát az a gyerek, aki azt igényli, hogy a szülei mellett aludhasson, és a szülők ezt tolerálják, mert nem minden körül ennek, ott szerintem ez egy egyszerű megoldás annak, hogy nyugodt legyen az éjszaka. Uh-huh. És valóban, én ilyenkor szoktam ezt javasolni, nem feltétlenül kell az ágy, tegyük le a matracokat a földre, mert akkor nem tud leesni a gyerek, sokkal kényelmesebben el tudunk helyezkedni, egy ágy esetleg csak, mit tudom én, másfél méter széles matrachoz hozzá lehet tenni még egyet, olyan gyorsan megnőnek a gyerekek, élvezzük ki ezt az időszakot szerintem, még éjszaka is. Egy jó pohárbor? Az nagyon jó. Komolyan? Nagyon. De szeretem, nagyon. Hogy ezt mondod. Hogyha minden nap? Én most nem nyugodtan tartozott. Lehet minden nap. Annyi, hogyha ha többet iszunk, tehát más az egy pohárból, és más az egy üvegből. Az egy üvegből is könnyen elaltad, de utána kidob az ágyból pár óra múlva. Az egy pohárból az semmi gond nincs. Hm. Jó, ezt mindig örömmel hallom. Ugye? Ezért ez mindig jó, ez mindig megnyugtat, hogy lassan minden este kicsi lecsúszik, de akkor nincs nagy baj, gyerek. Jó van, nincs probléma. Elítélendő, senkinek kövesse a gyerekek, vigyázzunk, így van, nem óvatosan, nem szabad, hú, de rossz dolog, de azt a minden segít neki, de megnyugtat. Igen, alkoholmentes borról beszéltünk. Jó, hát ez egy érdekes dolog egyébként, hogy ennyi mindenről szól az alvás. Csak hát aztán azért ezt nehéz közben tartani, nem? Ez a fél tízes elalvás nekünk. Vagy mi van azokkal, akik mondjuk ilyen váltott műszakban dolgok? Az a létező legrosszabb. Ugye? Valamit azért lehet csinálni? Igen, igen, de az egy komoly kronobiológiai programot szoktam nekik csinálni, és akkor azért azt ki lehet védeni a váltott műszak káros hatásait. Egyébként sajnos azt kell mondjam, hogy lényegesen rövidebb a váltott műszakban dolgozók átlag életkora. Oh. De szerintem nincs rendje, gondolom, meg nincs ritmusa a szervezetnek, hát nem? Az, hogy a bioritmusunk megzavarása mekkora problémát okoz, most jön a tavaszi óraátállítás, ezután 2 héten keresztül 30%-kal emelkedik az infarktusok száma. Tehát az élő szervezetek a pontosságot, a kiszámíthatóságot, a megbízhatóságot szereti. Délutáni csicsikálás, amikor azért van egy kis időnként, azért itt két a délutáni csicsikálás nem tudom, ki fekszik le tízkor, tényleg. Itt már azért délután néha lepjenek egy kicsit csicsikálni, hogy van-e ezzel baj, vagy szereti a szervezet? Hogy szereti, délután. Nagyon szereti a szervezet, persze, hát a mediterrán népek azok ugye így élnek, a délutáni sziasztájuk, az egy isteni dolog. Eleve az alvása úgy kell gondolni, mint egy élvezeti forrásra. És hogyha így gondolunk rá, akkor már nem fogjuk sajnálni rá az időt. A délutáni alvásnál, hogyha ez sokszor csak egy ilyen 10-20 perc, ez az amerikaiaknak a nappingje, az egy hihetetlenül jó dolog. Tehát olyan mértékben lelazítja a szervezetet, én mindenkinek csak ajánlani tudom. Hogyha ez másfél óra, akkor számoljunk azzal, hogy az éjszakai alvásunk nyilván nem lesz 7,5 óra, csak 6 óra utána. És azok a napközben fellépő ilyen elképesztő, hirtelen, hullámszerűen ránk törő, olyan erős
álmos érzetek, amik iránk tűnnek, azok pontosan micsodák? Nekem mondom, volt egy piros lámpám, én ezt sokszor említem, már reflexzerűen, mint Pavlov kutyái, tudtam, hogy közelítek, mikor nekünk a Benny megszületett, keveset aludtunk az első 3 évben, aztán minden rendben volt, amikor már a piros lámpánál tudtam egy picit aludni, és a testem már egy idő után kezdett el álmosodni, amikor mentem a piros lámpa így felé. Van. Ezek ez a napközben jelentkező elalvás kapuk. Tehát ez a másfél órás ciklus, amit az alvás szinte meglovagol, az a másfél órás ciklus az alapvetően a figyelmünknek a ciklicitása. Tehát a figyelemnek, mint idegi működésnek ez a ritmusa, és ez napközben is folyamatosan megy, és a ciklus végén egy elalvás kapu nyílik, amikor a szervezet automatikusan felajánlja neked az elalvás lehetőségét, ha elég magas az alvás készítésed, és olyanok a körülmények, akkor elalszol, ha nem, akkor csak néhány pillanatig figyelmetlenné válsz. Ilyenkor történnek, gondolom, a közlekedési az balesetek, összes nem? Összes olyan közlekedési baleset, ahol nem találnak féknyomot, az elalvásos balesetnek számít. Ez az úgynevezett kapu, amikor a test ez a, megpróbál ez az, szólni neked, van. Hogy most aludhatsz. Vagy most aludhatnál. Felajánlja, automatikusan felajánlja azt a lehetőséget, hogy akarsz aludni, vagy nem. Igen. És ezzel azt jelzi a szervezetem, hogy fáradt vagyok? Tehát ez napközben valakire nem rátör? Nem feltétlen fáradtságot tehát jelent, nem. Ez egy néhány percig tartó figyelmetlenséget. A figyelem ilyenkor tulajdonképpen szeretne egy kicsit pihenni. Uh-huh. Egy természeti népet, hogyha látsz, akkor ők úgy másfél óránként úgy lehuppannak, rákcsálnak egy fűszálat, belebambulnak a semmibe, és utána 5 perc múlva felpattannak. Erről mesélt egy kliensem, aki a Műszaki Egyetemen professzor, elment egy hallgatójának az esküvőjére Afrikába. És na, egy helyehúja, dinomdánom, táncoltak, egyszer csak az összes afrikai varázsütésszerűen lehuppant, és a nem létező cipőjének az órát nézte. És nézett körül, hogy úristen, mi történik? 5 perc múlva felpattantak, és ment tovább minden. És akkor kérdezte tőlem, hogy ezek azok a kapuk? Igen, ezek azok a kapuk. Mutassak neked egy embert, aki ebben a kapuban él már 50 éve, 45 éve. Itt van Zsül. Ő belépett egyszer egy alvási kapuba, mint Neo a Matrixba, a metró megállóba, és azóta 2 állomás között majd. Nézd meg. Néha kicsit kitör, egy reggelen 3-szor talán megint szól, és az alvási kapuk között éli az életét. És a Neo abban a bizonyos megállóban nem jut ki. Hát ott nézd meg. De egész-egészen jól vegetál. És nyitva lesz. Az életfunkciói működnek és megvannak, de egyébként nem tud belőle kilépni. Egyetlen utolsó kérdés, ezek az elalvás segítő, kicsit szorongásoldó, növényi, nem tudom még, ezek segítenek, vagy ezek csak elfednek egy olyan problémát, amit nem oldok meg, csak a tünetet kezelem, viszont az ok megmarad. Így, ahogy mondott, tehát az alvásterápia mindig rendszerterápia, tehát ott soha nincs olyan, hogy valakinél csak egyetlen egy dolog vezetett az alvászavarhoz. Tehát amikor hozzám jön egy kliens, akkor én mint egy detektív elkezdek nyomozni, hogy a sok-sok-sok lehetőség közül vajon mi minden az, amit ő másképp csinál, mint ahogy az alvásnak kedvezne. Tehát akkor a gyógyszerek, az alvás segítők, ezek a szorongásoldók, ezek nyugtató... csak ideig, óráig a tüneteket eltompítják, de nem. De a valódi okot nem oldják meg. Nem. Uh-huh. Rendszerterápia. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, érdekes volt azért, hogy mennyire általános dolog ez, hogy alszunk, és közben nem tudjuk, és nem is ismerjük a saját testünket, szervezetünket, agyunkat, hogy működik. Ezek a kapuk kifejezetten érdekesek voltak. De alapból csak 4 olyan dolgot hallottam most, ami nálam nem működik. Már hogy nem csinálod. Változtass szerintem. Köszönöm. Jó tanács. Éva, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Puszi neked. Fogarasi Éva alvásterapeutával beszélgettünk. 9:05 jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel. 3:49 múlt, pontosan 3 perccel. Na, szerettem ezt a beszélgetést, nagyon érdekes volt. Éva jókat mondott, igen. Jó volt. Bizonyos tekintetben azért nem életszerű, amit elmondott, mert azért nem ilyen egyszerű az embernek az élete sajnos, főleg, hogyha mondjuk több munkahelyen dolgozik, meg ahol több gyerek van, meg ahol esetleg vannak más egyéb jellegű problémák is. Azért nem könnyű betartani ezeket a másfél órás ciklusokat, meg hogy 7,5 óránál ne aludjál kevesebbet, hogy együtt feküdjetek le. A másfél órát azt nem arra mondta, csak arra mondta, hogy lefekszel, és ahhoz képest számolt ki, hogy sokszor másfél órával. Igen. Később kelljél valamikor. Tehát lehet, hogy 6-kor van beállítva az órát, de csak 1 órával előrébb húzott 17:30-ra, és sokkal frissebben kelsz, mint 1 órával később. Tehát a gyerek miatt szerintem igazából nehéz, igen. Hát már mi nálunk is, figyelj, egyszer felveszem nem egy könnyű. Videóra. Ezt a gyorsított videóra, nálunk mi zajlik éjszaka, hát azt a vándorlást, az elképesztő. Tehát ez hihetetlen. Kékfényszűrőt van neked? Most már van, mert a mi droidosok összetartunk, az egyik kedves hallgatónk már elküldte, és már le is töltöttem. Drága almásra. Nem jelent valamit, hogy az almásra nincsen, tehát valószínűleg alapból benne van. Valószínűleg nekünk alapból fent van rajta. Igen. Drága almásra, küldjetek el mi a helyzet, akik nálunk jobban értetek a telefonhoz, hogy tegyünk ilyet, a telefonunkra le lehet tölteni App Store-ból, vagy az alapból rajta, vagy mi a helyzet, mert nem találjuk az App Store-ban ezt, és szeretnék én is egy ilyet feltenni.
feltetetni. Csak azért valahova. Valahova a gyerekek, hát most menő a kék szűrő, akkor én feltetetek egyet. Nem, tényleg, hát az ember mondjuk este még kicsit így a telefonjával szórakozik, akkor legalább ne kékfénnyel mérgezzük magunkat, nem? Uh-huh. Így van, laptopra is érdemes szerintem fölrakni. Van, nem laptopozom, az soha. De aki csinálja, persze érdemes feltenni. Na, jó, ez az új Hip Hop Boys. Így van, köszönjük szépen Dieter Bohlen, a király, kaptuk SMS-ben. Polgár Petit kérdezi valaki, hát lemaradtatok róla, volt. Csak egy kicsit korábban, még 7 óra után. Aztán a trafi az M86-os 88-as kilométernél a felüljárón Geri Golf 5-ösünk küldte nekünk. Már 7 kilométeres a dugó az M5-ösön. Igen, ezt többen kérdezitek, segítünk. A 40-es kilométernél az M5-ösön Budapest felé útfelújítás van, egy sáv járható, és emiatt hatalmas a dugó. Egy sávra szűkítették a forgalmat. Megbeszélés tart, 3 munkás egy szálbójával leválasztva. Szerinted? Szegényekre valószínűleg azért dolgoznak. De most találják ki, hogy mit kell csinálni. Persze. És emiatt már nagy-nagy dugó van az M5-ösön. Próbáljátok kerülni, ez a 38-as, 40-es kilométer környékén van, úgyhogy ha előtte le tudtok menni, akkor az lehet, hogy segít. Kispest Hunyadi úton Adi felé van egy trafi, vigyázzatok, Vaspár belterületén szintén mérnek, Karcagon a 4-esen baleset a körforgalomnál, ráadásul nagy a köd, ott is vigyázzatok, és trafi van Kalocsán, a Miskei úton, az Ipartelepnél, méghozzá a Kiskörös felé haladókat mérik, ezt Csoki Guru küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, van ilyen kékfény szűrőnk? Nincs, mondom. Alvás kapuban ragad, drága barátom, Zsül. Hogy vele kell estetni, azért az is egy melléfogás. Gyerekek, figyeljetek, ez nyára meg is lesz. Nem sietünk. Hát ha eddig nem volt, nem kell kapkodni. Megtaláljuk. Mi nem találtuk meg. Gyerekek, és higgyetek el, ő fog a legtovább élni. És tökéletesen igaza van. Ő egy bámészkodó átutazó. Mi, akik megyünk, jövünk, stresszelünk, csomó mindenért, emésztjük magunkat. Hát nem neki a legjobb. Egyébként igen, ha csak nem félig alvás közben le nem lép egy kamion elé. Egy másik kapuban ragadt kamionos elé, tudod, és a két kapus találkozik. A két kapus kioltja egymást. Igen. Na, mutatjuk, hogy mi a beugró, figyeljen mindenki, jön a hármas ugrás. Jó, ha szeretnétek játszani, már pedig tudjuk, hogy sokan szeretnétek, azért mi kicsit megdolgoztatunk benneteket, mert hogy ki kell találni a dalokat vagy az előadókat, jó? Nem lesz nehéz, nem fog fájni, figyeljen mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Ha volt egy-két jó, néhányat mi is játszunk. Még egyszer? Ja, legyen. Jó, legyen. Azt így szeretem. Aha. Picit talán most átestünk a ló másik oldalára, és túl kemények vagyunk, de ez igen, nincs ezzel. Igen, Viktoriknál valami zűr van. Igen, bosszút mindenki. Igen. Mit hallottunk? Ezt kellene elküldeni. Jó? 2 darab dalcím, vagy pedig 2 darab előadó, a beugró, ha szeretnétek háromsugrás játszani. Jó? Küldjétek el nekünk. Alapból benne lesz a következő szoftver frissítésben, akik elmúgyatok. Jani, csássatok meg. A következőben? Egy hét múlva jön ki a 9.3-as. Igen? Mert picit lecsúsztatok erről a sztoriról. A következő szoftverben alapból benne addigra? Lesz. Addigra? Arra ugyani, bocsánat. Addigra sikerül a milyenket lekopizni, vagy mi? Nem, hát... Milyen már működik, értitek? Nem. A kettő neked le kellett tölteni, a Feri hangsúlyozza, ja, hogy alapból. Ja, alapból. A következő, aha, ne haragudj egy. Annyival is többbe fáj egy olyan készülék. Az biztos? Biztos. A minőséget meg kell fizetni. Ja, igen, mindig ezzel vigasztaljátok magatokat. Tudtok már tiét ott az erősötét oldal, hogy lapozzátok a fotókat, és szépen egyenletesen egyik fotóból átúszik a másikba. Ez mindig fölteszi a kezét, hogy egy picit hagyd gondolkozzatok. És mindig így lapozod a fotót. Néha elviszed, ez megy, megy már. Elviszed felpolíroztatni ezt a lemet. Nem, csak kérdezem. Biztos rengeteg a karc. Az elmúlt 5 évben ezt nem sikerült megugrani nektek, ezbetűsöknek, hogy nézegetem a fotótáradban a fotókat, és csak így lapozok, és csak átugrik, mindig azt tehát megy már ez folyamatosan? Átugrik egy fotóba. És még hangot is ad. Kis gazdám, mindjárt adom. Kis gazdám, hogy gondolkozzak? Figyelj, a miénk még ezt is tudja, hogy úgy adja elő neked ezt a mint hogy egy mechanikus szerkezetlen, pedig nem az. Figyeljetek, egyetlen dolog van, amit megsüvegeltem, most a hétvégén láttam, a lánya mutatta meg szégyen szemre nekem ezt az új valamelyik, mit tudom, amit is, nem is érdekel egyébként, hogy a fotó készítése közben az ottani néhány másod
másodpercet előzményt, meg a fotó utáni néhány másodpercet rögzíti a telefonotok. Na, ez például, ez, na... És még hány ilyen van, amire a lány az tud? Ez tetszett, ez bírtam, jó, ez menő. Van még benne több is, csak persze, mert ő még nem jött. Most ismerkedik vele. Így van. Jó? Na, jó, elmondjuk majd. De majd elviszük valahova a gyereket valamilyen átnevelő táborba. 6 perc a pontosan, 9 óra, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. I'm not cooperating when I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. Morning show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, egy jó kis Abyss-Monster után írja valaki, valaki Freddie Mercury-t ír, csak hogy ugye most már akkor tényleg nagyon szokás jó, lesz az, hogy... állatkanibálok nagyon mennek még mindig. Igen, valaki csak annyit ír, végre egy jó geszti szállat. Gyerekek, mekkora zeneit helikopterezek a nappalimban. Végre egy kicsi dob, de jó volt, Abyss-Monster, úristen, Busta Rhymes, de jó, Majka és Curtis angolul. Jönnek a megfejtések. Ugye néhány nappal ezelőtt ez elindult, ilyen cunami jelleggel, hogy egyszer valaki, nem tudom, valamilyen dalra megírt egy másik előadót, én ezt beolvastam, ezzel röhögtünk, na azóta bármilyen dal csendül fel most itt a Morning Show-ban, azonnal elkezdenek özölleni a direkt rossz megoldások, de mi nagyon szeretjük, aki Zoránt írt, azt pláne szeretem, és a Zárai Vámosi. Ha teljesen elöltelültek. Jó ez a Zárai Vámosi. De biztos valamik formában megírták a trollok, na ezek a sötét barmok, azt sem tudják, hogy mi szól a rádióban. Ja, igen. Kérem, csak egy ránézzenek a képernyőre. Igen, remélem értik a humort. Mindenhol. Na, azt mondja, hogy közlekedési hír. Nagy a káosz az M5-ösen, úgyhogy aki tud, kerüljön, mert hogy a Dabasi lehajtónál még le tudtok menni. Menjetek, 6 kilométeres a sor az M5-ösön Pest felé. Három űrge állítólag dumál az egyik sávban négy elterelő bójával. Szerintem ez már ideért múlt el, hogy azóta már... Na, megbeszélték, és most már semmi nincs. Most már ott nincsenek. Előlegezzük meg nekik, hogy talán dolgoznak, viszont egy sávra szűkül a forgalom, és hatalmas dugó van, úgyhogy meneküljön mindenki az M5-ösről. Könyves Kálmán, Selkútnál most jött nekünk egy kamion, feltartjuk a forgalmat, kis türelmet kérünk, Gyufa küldte nekünk. Milyen helyes? Neki megy egy kamion, és még van ideje ezt elküldeni nekünk, nem? Még ez gyorsan! Elküldöm a barát! Még a mentők nem értek! Nem jutna eszembe egy rádiónak magamról küldeni, Gyufa le a kalappal, tényleg ledarált egy kamion, és te még nekünk küldesz SMS-t, hogy elnézést kérsz, hogy feltartod a forgalmat a Könyves Kálmán kőúton. De beolvastuk. Trafia Bajza utcában, az Andrássy út utáni sarkon Nagy Árpi küldte nekünk. M3-as Budapest és Gödöllő között nagyon nagy feneköd van, baleset nincs. Laci szellemeskedett, köszi. Kalocsán, a Miskei úton az Iparteleptnél mérik a Kiskörös felé haladókat. Csoki Guru üzeni, Karcagnál a 4-esen baleset a körforgalomnál. Vigyázzatok, valamint Vitnyét belterületén felvonult a járt, három autóval, mozgó trafival, pont a fix trafi alatt. Ezek szerint még nincs élesítve a hírhet Véda, Merkuros Peti küldte nekünk. Azzal ijeszgetnek most már bennünket egy ide, jól, lenne, ha élesítenék, mert én most már egy év azt hallom, hogy majd most. És semmi, tényleg ezt bírtad mondani, hogy jó lenne, ha élesítenék? Hát nézd, ha most már ennyit ijeszgetnek, akkor most már valami tudjuk, legyen, igen, nem? Ez igaz. Tényleg igen. Évek óta mondják, megvették, itt van, most már mindjárt üzembe áll, most már mindjárt végetek van, rossz, gonosz autósok, ti, akik autóval mentek, mertek menni, hát akkor most már legyen tényleg valami. Aztán azt hiszem, hogy a Pákozdi pihenőnél van még egy trafi az M7-esen, és hát tulajdonképpen ennyi. Facebook felháborodás következik most. Na, háborogjatok egy kicsit, én 50-es kém. Egy kicsit. Aha. Na, figyelj. Csak neki van Facebook oldala, én nem tudok háborogni. Én vagyok az, aki vállalja, hogy van neki. Azt mondja, hogy nekem... mit akarok... Én meg is nekem csak egy... Hogy trollkodsz? Nem lehet be... De lehet írni úgy is? Van. Nem, csináltam egy kamu oldalt. Hát akkor ne kamuzzál, tesó! De nincsen semmi a kamu oldal, egy kamu embernek nincsenek csak kamu barátai, de hát nem jelölök be senkit, mert akkor kiderül, hogy én vagyok a... Hát nincsen, tehát egy ezért nem... Ez igaz. Ez a világ vár rám, így lassan 50-esen egy kamu Facebook oldal, vagy meglátok valamit a Facebookon és háborúok. Tehát ez a világ felétek 50-esen. Ez. Folyamatosan terelgetem el a parasztokat a felének az oldaláról, akik beszólogatnak neki a pipaszár lábai miatt.
Állandóan írogatok, mindig válaszolok, helye vagy. Neked ennyi időd van. Mit örkölt? Téged miért zavar az én pipaszár lábam? Engem a parasztok zavar. Ja, figyelj? Mondjuk igaz. Nem te. Én nem vehetnék tőled egy kis időt. Nem adsz el nekem egy órát a napodból? Neked tényleg ennyi időd van. Én az alvási időmből veszem el. Neked tényleg ennyi időd van, hogy álprofil névvel a Feri oldaláról zavarsz el trollokat. Életemben nem voltam még a Feri oldalám. Hát látom napi 4 órát. Engem érdekelnek a munkatársaim. De miért? Hát nem tudja, hogy mit titkol el előtt. Hogy rá tudjon. Jó, mondjuk a Ferinek két életem van, egy a rádióban, egy a Facebookon. Ezt megértem, meg kell nézni. A Feri más csinál a Facebookon, más a rádióban. Vagy hát sok minden történik a Facebookon. Na de azért ez sok idő, hogy a Feri oldalán trollkodjál. És kommenteket zavarjál. Semmi. Megy a villamoson. Nézed a kassa oldalát, nézed a Feri oldalát. Ezért milyen gyerekek? Napi 4 órát ültök és titokban nézed a másik oldalát. Miért? Semmi, megjelenik valami az oldalán, egy új poszt, és látom, hát itt van az okos kidobja. Ja, hogy földobja a teló egyből, hogy Feri posztolt. Erre igazából nem kell plusz idő. Az utazás közben is ugyanilyen. Akarsz még tudni valamit a modern technológiáról? Arról az életről, ahol mi szánalmas 50-esek otthonosan mozgunk, de viszont egy perc alatt elvérzel? Én elvérzem. Hogy ahogy a Benny megkapja az első okos telefonját, majd mondta, hogy 10 év múlva tök mindegy, nem ez a lényeg benne, úgy fog téged megvezetni, hogy egyedül az anyja lesz képes arra, hogy követi majd a barátait. Te ott fogsz állni. Szörnyű rabságnak tartom. Ne Facebookozzatok. Hagyjátok abba. Néha az Instára kidobok egy-egy képet, amit szellemesnek tartok. Nincs Facebook oldalam. Na, egy csomó hasznos időt veszel el magadtól. Legyenek valódi barátaim. Nem gondolod, hogy ez igazán érdekes szabad egy percet is a pazaron felé. Amikor megyek hazafelé, érted, az 50-es évamoson belefér. Nem kell beszélgetnie másokkal, érted, leülnének. Mert így megnézi az én Facebookomat. Én is naponta több órát ülnék a BKV, lehet, hogy én is nézegetném a Facebook oldalát. A kocsival járok, ott erre nincs időben az ember vezet. De például, ha nem Facebookoznék, sose tudnám meg azt, hogy van egy olyan weboldal, ahol párkapcsolatban élők keres maguknak. Aha. Egy plusz párt. Ne csináld, hirdet neki ilyet. Úgy van. Na, ugye, egy külföldi oldal is. Harmadiknak? Igen, tehát az a lényeg, hogy te nem akarsz kiszállni a családi állapotodból, nős vagy feleséges, vagy komoly barátnőd van, vagy komoly párod van. Az a lényeg, hogy keresel magadhoz egy nőt, vagy egy férfit, kinek miket. Nem is erről akarok beszélni, erről egyébként már valóban egy külföldi oldal kapcsán. Külföldi oldal elindított ez, hogy valami legyen viszonyolt, nem valami ilyesmi, nem tudom, ami volt a szlogen. A lényeg csináltam. Ebben az, hogy egy reklámkampány hadjárat jelent meg ennek a bizonyos weboldalnak a népszerűsítésére. Az elsőt mutatom nektek, egy férfi és egy nő van félmeztelenül, de semmi erotikus nincs a képben, viszont az a szöveg, hogy egész évben feleség és anya vagy, lebd meg magad. Hát ez jól hangzik, azt hiszed, hogy valami ékszer, vagy utazás, aha, vagy valami kis kedvesség. Hát nézd, a weboldalt nem akarom mondani, igen, nem akarok neki reklámot csinálni, aha, de nem ezt sugározom. Mutatom a következőt. Család. Tehát nagyjából megcsalás.hu, nagyjából ugye csak más néven, ne csináljunk neki reklámot, igen. Család, haza, szerető. Nem kell választanod. Itt van ez a weboldal. Ez a szlogen, de jó, haza, szerető. Nem kell választanod. És megint az, hogy lépj félre. És ugye? Azt, hogy lépj, és mutatom a harmadikat, ez két kép, egy fehér és egy fekete alapon. Az egyiken egy virág van fölírva, vagy férjemtől, a másikon egy marha nagy ékszer, egy gyémánt, egy nyaklánc, szeretőmtől. Boldog Valentin napot kíván, apon.hu. Hát nem, ez már nem. Érted? Ez már nem jön be annyira. Tehát a másik vicces valóban. Tehát jó mondjuk a szlogen. Mondjuk hogy a szeretőjétől kapja a nyakéket. Talán egy virágot. Érted? Hogy maga az oldal, meg ez nyilván működik egy csomó kapcsolatban, de hogy ilyen formán biztatni arra valakit, hogy menjen föl erre, és keressen magának valakit a férje mellé. Köszönjük, lejárt a 2 perc, Rákóczi Ferenc, KDNP, kapcsoljuk már. Igen. Hát de nem. Már is elmegadjuk a szót. Nem maga. Köszönjük szépen a KDNP felszólásnak nevében. A liberális oldal a két fark figyelmát. Adunk egy fél percet akkor, hogy reagáljon erre. Hogy nem csak, hogy jó-e a dolog, érted? Hogy ennek ilyen formán csapsz reklámot, a reklám maga egyébként zseni. Tehát figyelj, semmi baj nincs ezzel szerintem. Biztatás. De nem mondhatod ezt, de miért? Biztatás. Semmi bajom nincs ezzel. Nekem ezzel nincs bajom. Mivel arra, nincs hogy biztatsz egy házi asszonyt egyébként, aki hogy egész évben feleség és anya vagy. Felemeled, te lopván meg magad egy hapsival. Te egy két lábon járó, gondolkodó ember vagy. Egy ki? Olyan, nem rád nézek. Ja, nem rátok néztem. Ez a zsűr. Egyikötök sem néztem, most közében próbálok beszélni. Okay.
Ne legyünk annyira naivak, hogy azt gondoljuk, hogy az ember úgy működik ebben a csúnya világban, hogy ő majd lát egy ilyet, és azért félrelép. Ez kihasznál egy lehetőséget, azt, ami egyébként van. Hogy az emberek nagy többségének rossz a házassága, hogy csalják a feleségüket, hogy szeretőjük van, hogy örömlányokhoz járnak, ez egy létező dolog. Ez mindig is létezett. A kapcsolatok halálát éljük sajnos. Tisztelet a kivételnek. Ez kihasznál valamit, amit külföldön is kihasználtak, szerintem még a szlogen is nagyjából nyúlva van, ez egy külföldi oldal egyébként, ami nagyon nagy sikeret, és behatol egy olyan piaci része, ami... De ez kell? Ez nincs baj. Tehát én nem attól fogok félrelépni, hogy elolvasom azt, hogy szeretem te a nyaklán, okay. És akkor jó. Milyen gonoszak ezek, jó. Mert akkor most én félrelépek. Én azért lépek félre, mert én meg akarom csalni a feleségemet, és önálló emberként vállalom a felelősséget. És akkor nem fogok egy óriás plakát miatt félrelépni, vagy nem félrelépni. Nem az óriás plakát elkövetője a hibás, hanem az, aki megcsalja a feleséget, vagy félrelép. De hát akkor te meg fogod találni, tehát hogy neked nem kell a reklámért, tehát ha te meg akarod csalni, akkor te megtalad az útját, módját. De ilyen alapon akkor az üdítőital is baj van, mert persze. Cukros dolgokat ad a gyereknek, ilyen alapon nem tudom, mivel baj van, érted? Ilyen alapon ők nem csinálnak rosszat. Mindenféle reklámmal probléma van, amivel az ott esetben más, vagy azzal a termékkel más nem tud azonosulni. Tehát ők azt mondják, hogy van egy piaci igény, mit akarok csinálni, csendben félrelépni, megtenném egyébként, és valószínűleg megteszem. Ma olyan emberekkel akarok találkozni, akik szintén kapcsolatban vannak, igen, miért? Mert nincs vele gond, mert tudja, hogy nem szól többről, mert egyébként csendben van, diszkrét, és nem ül majd ott a lépcsőn, hogy ez a gyerek a tiéd is, ugye? Hanem, hogy neki is van egy férje, nekem van egy feleségem, csendben elintézik, és mindenkinek jó. Na de aztán ez általában nem működik, mert valaki többet akar és borítja az egészet, tehát hosszú távon szerintem ez nem tud működni. De ők ezt kihasználják és összehozzák a rosszat, a jót, a jól, én nem ítélkezem. Feleség és anya vagy. Igen. Érted? Mi a duma ott pontosan? Feleség és anya vagy. Lebb meg magad. Pont. Ez nyilván egy hülyeség, tehát egy feleségnek, anyának nem ez a feladata, de tehát hogy igen, nem biztos, hogy szerencsés. Család, haza, szerető, nem kell választani. De figyelj, hát ebben a nagy reklámzajban valahogy ki kell tűnni. Most ők kitűntek, mert a család, haza, szerető, és mi erről itt filozofálunk. Hagyd a fenébe, Feri, ne szívd, mert nem pipáltad ki a jogi nyilatkozatot, ezért nem tudtál regisztrálni. Ennyi. Meg a másik, semmi bajom, hogy elfogadom. Menj föl, és az alján ott van egy pipa, hogy elfogadom, és onnantól kezdve még nagykorú vagy, menjen nyugodtan. Tehát aki szeretné meg, az úgy is megtalálja az ehhez vezető utat, érted? Érted, valaki nem megy fel egy ilyen oldalra, hanem kigyalogol a Méta utcához, vagy a környékére. Igen, jól tudom én, hogy egyébként a Facebook nézi, hogy te milyen oldalakat látogatsz, és ahhoz képest küld reklámokat? Csak szeretném jelezni, Ferenc, hogy ez befutott a telefonodra. Ez nem reklám volt. Nem a Facebookon kaptál egy ilyen kis felhívást? Nem, én fölmentem erre az oldalra. Monitoroznak téged a Facebookon, és mindig elküldik a neked megfelelő. Fura, hogy a múltfelelő behoztál egy szórólapot egy masszázszalontól. Igen. Az megint volt a kocsimon. Ja, nyilván. Tényleg. Tegnap láttam a gépedet, villogott egy sonka szeletelő a Facebook oldaladon. Tehát, hogy így, mindig olyan oldalakat kap az ember, amit elvileg látogat, vagy rákeres az interneten. Aha. Tehát, miféle illegális tartalmakat látogatsz te egyébként? Ezt posztolták. Posztolták? Szépen, ja. Posztolták. Mert tudod, hogy vannak kukik, aztán kapsz egy kukit, és azt akkor baj van. Van. Azt le kell most már okézni a kukikat. Hát okézza le, akinek öt annyi van. Én kukit nem okézok le soha. A kukit nem okézzuk, nem Jani? Azért mi régi vágásúak vagyunk. Így van. Nem tudom, hogy fogalmaz. Szó oké-e? Így van. Érzékenyebb hallgatóink kedvéért jelezzük, kuki, így hívják azokat a kis dolgokat, amiket elhelyeznek a gépünkön, hogy nézzék, hogy mi. Tehát, ugye mit? Mindent leírjatok föl, a googlizatok is utána. Igen, mielőtt fölírjátok és jelentétek, nézzétek meg, hogy kuki. Süti? Na. Süti? Ilyen alapon tiltsák be kuki műsorát. Szegény, tényleg, hogy lett az a név. Pedig nagyon süti. Kuki nagyon süti, de akkor először a kukit tiltsátok be a Music FM-en. Na, szóval, hogy én szerintem ezzel ne legyünk álszentek, nincs baj. De hogy a reklámban mindent meg lehet engedni. De ez nem, de ez most hagyjál igen. Már ezzel a hülye KDNP-s dumával. Nem KDNP-s duma, persze, most nyissunk ki vasárnap és menjünk dolgozni. Mindenki menjen boltba. Nem azt mondom, hogy a magyar anyákat bele kell tolni egy ilyen szerepbe, hogy a magyar anya szerető. Az nem szerencsés árukapcsolás, de basszus, ez egy létező dolog, hogy anyák, nők boldogtalanok a kapcsolatukban, és lépnek félre, és csalják meg a férjüket, és szemét galádaljas módon a férfi, aki szeretőt, prostituáltat tartanak, és elmennek hozzá. Ez a dolog van, és ők ezt kihasználják, ami elvileg nem törvényellenes. Figyelj, ilyen alapon, ha szingliknek van egy szingli oldal, akkor neked meg legyen egy olyan oldal, ahol találkoznak heterok, találkoznak biszexek, találkoznak olyanok, akik mondjuk kapcsolatban vannak. Én is tudom, te is tudom. Tegyünk össze, amink van, aztán mindenkinek jó. Semmi nincs ezzel, család hazaszerető hármasát a föl. Ja, semmi, én Zsoltól elveszük a felszólalási lehetőséget, és kapcsoljuk. Nincs ezzel semmi gond, figyelj. Tényleg ne legyen lelkismert fordulás, ettől még elmehetsz majd tátogni a Szent Jobb körmenet. Tudom a dalokat. Nincs ezzel baj, Feri. Tudom az összeset, viccel.
lesz. Élhet az ember boldog párkapcsolatban. Ne legyen lelkiismeret furdalása. De nem, most nekem nem az oldallal van bajom. Kiteljesedtek és nektek nyitott a kapcsolatotok, ez abszolút semmi baj. De nem mondom, hogy nem azzal van hanem bajom. Az anyákkal. Ez hanem, hogy a magyar anyát, érted? De ha te neked szeretőd lenne, akkor te valószínűleg egy magyar anyához mennél el, mert a magyar anyának ugyanúgy lehet szeretője. A magyar anyának mi ne lehetne szeretője? A magyar anya az nem egy olyan jelző. A magyar anya az, aki egyébként játszótereken mulatja az időt, nem mer munkát vállalni, ne adj Isten, még szeretője sincsen, 40 kiló egyébként, süt, mos, főz, takarít, 3 gyermeket nevel, 4 gyermekben beszél, és meleg étel elvárja a feleséget. Dehogy is, egy magyar anyának mi ne lehetne szeretője? Attól ő még magyar, attól még anya, és attól még feltételezzük, hogy jó anya. Csak szeretője van. Hát most nagy ügy. Nem? Tehát belefér ez, hogy belekeverjük az anyát. Hát szörnyű. Letelt a 2 perc. Mit mondasz erre, Jánosvá? Te ott, az RMB oldalán hogy szintén. Egy, hát, hogy remélem, ezért nem kapsz az ügyetést. Pokolba az ilyen? Menje, vesszen az ilyen? Képviselőtársa. Kérjük fél percben védje meg. Miért azt most érted? Most például, igen? Tehát, hogy a reklám, értem, mit mondasz, bármivel a reklámot most már, vagy bármivel el lehet adni. Itt van például, van most egy autóhirdetésünk, amiben igen. Az van, hogy Feri megint a szervízben van. Érted? Egyébként van egy gyerek. Hol voltál, Feri? Hát megint a szervízben. Igen. Ma nem tudom, milyen autó márká, hogy én... Ezt... Tudjuk mi azt. Érted? Igen. De hogy én vagyok a szervizben? Én nem vagy. A Viki is ezzel jött most reggel. Hogy? Te hallottad, hogy te szervizbe vagy? Mondom, nem én vagyok szervizbe, én nem járok szervizbe, az én autóm jó. Érted? Hogy akkor most én most ezzel mit csináljak? Most mondjam azt, hogy vetesse ki, mondja azt, hogy Balázs van a szervizben? Hogy miért nem Balázs van a szervizben, abban rohadt reklámban? De most egy picit magad ellen beszélsz. Miért? Hát én hogy kerülök bele? Ugyanúgy, ahogy az anya. Az asszony. Hát de abban a reklámban. Na de nem most lehet. Akkor vetessük ki. Na de nem lehet. Hogy igen, vetessük ki bele, legyen a Balázs. Érted? Én legyek a reklám, vagy viszony.hu. De gyerekek látnak ezzel. Hát most érted. Ja, hogy a gyerek látja, hogy ezt a ízét. Most ha te vagy kapcsolatpontú, vagy megcsalás.hu. A gyerek nem attól fog félrelítni, ne legyünk álszentek. Tehát a gyereket, ez így egyébként többen egy falon is, hogy ennyi Balázsát, mert a gyereked látja, hogy bizony csald meg a feleséged, vagy párkapcsolatpontú. A gyerek nem attól lép félre. Tehát ezek ilyen alapon akkor ne járjon moziban, ne menjen, ne nézzen hirdetőtáblát, stb. Mindenhol ömlik el az információ. Nem ettől fogjuk elferdíteni, érted? Tehát nem ettől, a gyereknek ettől nem lesz baj. Ha a gyerek azt látja, hogy boldog a két szülő, egészséges, és azt, amit közvetít, nem attól fog félrelépni, elmegy egy reklámautó, hogy csald meg a feleséged.hu, vagy csald meg a férjed, vagy lép félre.hu, vagy mit tudom én milyen oldal, nem is azt ez a neve értem, egyébként. Hogy érte? Van a, tehát, hogy tehát, a jelenség hogy ez... van, létezik, és valaki ezt kihasználja. Tehát még egyszer mondom, ezt én értem az oldal üzemeltetőit is, megértem, meg értem azt, hogy hangosnak kell lenni, de hogy a reklámban már érted, legalább ennyi tisztesség, ne jön, hogy anyákat vonultatunk fel. Mi megy ilyenkor a katolikus rádió frekvenciáján fél 10-kor, adjunk le egy hasonlót. Ha harangoznak, déli harang, szó még nem. Misére hívjuk most őket, mit csináljunk? Az van, hogy most kaptam egy SMS-t, hogy nekem semmi sem fontosabb, mint a kiskorúak erkölcsi fejlődése, és punkt. De hát azért ettől fél 10-kor még erről lehet beszélni. És ezt ilyen le valaki autók, valahol. Ilyen autók járkálnak ma kis hazánkban, amik arra búzdítanak, igazad van, hogy lépjél félre. Na, tessék. Nem, sajnos nem tudom hibáztatni. Sokkal jobban hibáztatom azt az embert, aki átvágja a feleségét, aki megcsalja a férjét, aki hosszabb ideig tart fel viszonyt, aki ennek lehetőséget ad, az azért nem hibáztatom, mert ne legyünk álszentek, nem az a hibás, aki ennek reklámfelületet ad. Abból él, amire van kereslet. Mire van kereslet, az emberek meg akarják csalni a párjukat, nem? És akkor... Attól az nem bűnös, aki ezt hirdeti, nem akarom magamat ismételni. Érted, hogy mit mondod? Bűnösök közt cinkos, aki néma. Menjünk el hármasugrást játszani. És vegyük el a megszólalást és a mikrofont. Érted? Ilyen alapon akkor ne cigizzél a gyerek előtt, ne igyál alkoholt a gyerek előtt, de 30 évig dohányoztál a gyerek előtt, nem féltél attól, hogy dohányzik. Iszol a gyerek előtt, én is iszom a gyerek előtt. Ez a témája. Én is én iszom a gyerek előtt, megiszom egy pohárból, nem attól lesz alkoholista, tehát nem ettől. Ne legyünk álságosak, és ha valaki feljelenti ezt a beszélgetést, hogy megint miről beszélgettünk, akkor annak is üzenem egyébként, hogy tessék a mai világban élni. Nem ettől, nem ettől lesznek a tinédzserek, nem tudom. Most ördögtől való fiókák, hogy látnak egy ilyet, érted? Miért dohányzol a gyerek előtt? Nem. Kint az erkélyen. Nem is dohányzol. Jó, ne, ha dohányoz 30 évig. Akkor itt, igen. Igen, de nincs nem durvább az, mint egy ilyen teherautó, ami járkál egy ilyen, nem lépjél félre.hu-val, nem?
Hát nem, de nem a durvaságáról van, na mindegy, én ezt elengedem. Aha. Tessék, akkor hirdessetek anyákkal, férjekkel, csecsemőkkel. Azt hittem, mert csecsemőkkel egy más mondat. Háros ugrás játszunk, már is itt van a hallgatón. Te nagyon csendben vagy, miért lapítasz? Hát, mondaná ő szegény, csak lapítasz. Én már elmondtam, és még egyszer hangsúlyozni szeretném, Vadon János, kettős pont. Számomra a kiskorúak erkölcsi fejlődésénél nincs fontosabb. Mindent ennek alárendelek. Ki az Isten beszélt kiskorúak? Csak úgy mondom, ja, hát, hogy valahol már jelenjen már gép. Hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hagyjárját. Olyan jó néha egy kicsit így csak úgy kiengedni. Én értem, hogy te ezt így kiengeded. Itt arról van szó, Balázs, hogy minden így gondolkodó, mint te rontja meg ezt a világot és az emberiséget. Aha. Igen. Értem én. Értem én, hogy velem van a baj, de gyerekek, egy műsorvezető dolga ez is. Villámhárító vagyok. Töröljétek belém a lábatokat. Ha velem van a gond, velem van a gond. Aha. Ha nem azzal, aki valójában félrelép, vagy viszonya van, vagy megcsalja a feleséget, velem. Nem velem. Aki azt mondja, hogy ez egy létező dolog, gyerekek, hát legyen velem gond. Az, nem. Ne legyünk álszentek. Én mindig azt mondom, ne legyünk álszentek. Ne legyünk álszentek, így van. És az ellentmondások, igazából az ellentmondások a problémák. Akkor reggel megy a gyerek az óvodába, vagy az iskolába az anyukájával kézenfogva, és azt látja, hogy lent az aluljáróban emberek alszanak, mert ott élnek. Na, az nem zavar senkit, ez megzavar. Halló, jó reggelt! Halló, ciao, sziasztok! Halló! Halló, halló! Józsi! Halló! Sziasztok! Halló, Józsi, honnan hívtál minket? Kaposvár mellől, egy kis faluból, Kaposszerdahelyről. Ó, és mivel foglalatoskodsz itt szerda reggel? Hát én most jelenleg szabadságon vagyok, pihenek, de amúgy hentes vagyok, külföldön dolgozom. Egy újabb külföldön dolgozó hallgató. Most Szabi, hosszabb Szabi, vagy csak egy nap? Hosszabb Szabi, most még egy két hétig szerintem itthon. Itthon leszek, aztán utána megyek vissza. Kicsit felszívom magam. De nem tűnik úgy, mintha ezt magadtól vetted volna ki, legalábbis a hangod alapján ez egy kényszer szünet, vagy el kellett jönnöd? Hát hallod, hogy most ott tudnál olvasni az emberek fejébe, akkor valószínűleg nem úgy tűnél, de igen, van benne valami kis igazság, de ezt hagyjuk. Hirtelen nem tudom, hogy dicsérsz, vagy éppen most jót mondtam, vagy nem jót én mondtam. Én dicséretnek fogtam fel. Nem, de a hangod alapján azt akartam mondani, hogy nem tűnsz úgy, mint aki egy vidám szabadságon van, hanem most... Hát nem vidám, ez ilyen, így alakultak a dolgok, sajnos. Nem jó. Nézd, azért hosszú idő után már az ember hallja, hogy rezonálnak a hallgatók. Így mikrofonon, meg éteren keresztül hallottam hangodon. Józsikám, majd most egy kicsit vidámabb leszel, jó? Reméljük. A kérdéseket látva erre semmi okod nem lesz, mert annyira nehezek. Jól mondom, aha, vagy nem? Ízik a net. Be van kapcsolva? Most kapcsoltuk be a gépet, de szerintem semmi esélye. Várjuk meg, bemelegszik. Egyedül játszó Józsi, vagy van segítséged? Hát itt van mellettem a párom. A párod. Még egy kérdés csak így a külföldi munkával kapcsolatban, hogy nyilván azért, mint mindenki más, mert egyszerűen jobb anyagilag? Hát részben beletartozik ez is, igen. Igen? Igen. A többi okot? Ahogy elér itthon valamit szerintem a mai helyzetben szerintem itt Magyarországon nagyon kevés az esélye arra, hogy szebben éljen az ember. Ezt mindig meg szoktuk kérdezni, de nem egyáltalán a pénztárcába turkálás miatt, csak például egy hentes, ugye a foglalkozás érdekes. Az nagyjából egy itteni keresetnek hány szorosát tudja külföldön? 3-4-szereset. 3-4-szeresét tudja külföldön megkeresni. Ugyanannyi munkával, ugyanannyi befektetéssel? Hát most tudod, ebben az igazság, hogy régen nagyon rossz volt. Tehát a húsipar nagyon rossz volt kint Németországban, de most már azért szabályokat hoztak. Uh-huh. És most már egy emberbarátabb lett a környezet. És háromszoros, négyszeresét keresed meg, de úgy is, hogy kint élsz, vagy bérelsz valamit? Nem... Hát minden hétvégén jövök haza. Jössz haza? Aha. A családhoz persze. Hát máshogy ezt nem is csinálnám. Hát igen, csak van, aki úgy, hogy ki van egy hónapot hazajön. Hát vannak olyan ismerőseim, barátaim, akik kint vannak persze 3-4 hónapot is egy húszamba. Gyerekek vannak, Józsi? Egy. Mekkora? Egy 9 éves. 9 éves. Uh-huh. Hogy bírja, hogy apa elmegy, aztán csak hétvégén jön? Hát figyelj, ebbe született bele, másfél éves korában itthon hagytam aztán. Uh-huh. Hogy igazából ezt ő megszokta már csak. Ha ebben nőtt bele, az más, akkor az... Szoktam mondani, hogy így szocializálódik, hogy akkor... Ja, minden napi hétköznapokból tudod, azért hiányzik. Hát hogyne, persze. Szerintem nem csak én vagyok itt, hanem velem, akik együtt vannak így velem kint, meg akik... Az embereknek a többség, akik kint van, az mindegyik így van. Persze, hát hogyne, hát nem azért vagytok itt, mert ez olyan szórakozás, sem, egyszer jobban lehet belőle. Olyat még nem adott valaki, azt mondta, hogy kalandvágyból. Persze, hát nyilván. Sajnos kényszerűség. Egyébként vannak olyan fiatalok, most szabadultak így
ki a szakmunkásból, és akkor kimennek, hogy világot lássanak, meg tényleg elmenjenek ide-oda, amoda, és akkor ugye vannak élik a kis világukat. Hát ők még megteheti, hogy nem. Hát még megteheti, így van. Na nézzük a kérdéseket. Nézzük a kérdéseket, Józsi, jó? Figyelj! Azt mondja, hogy itt szól az első nyakbalkasztóért. Melyik világhírű popstár játszott el az Evita című film főszerepét? Madonna. Egy ide, jó vagy! Madonna, jól van. A második már egy picit nehezebb. Neki menjünk? Hajrá. Baseball sapkáért itt szól a második kérdés. Melyik európai ország egyik kikötővárosa Bergen? Azt a éjszakon. Igen, ez egy északi ország. Holandia talán. Nem. Ez egy picit nehezebb volt, igen. Jani oda durrántotta. Igen, Norvégia. Norvégia. Igen, Norvégia. De ezért mondjuk egyébként azt, hogy tényleg nem tiltjuk a netet, tehát hogyha ha adott esetben valaki begépeli gyorsan és nyom egy gyártást. Nem, azt mondom, nem is használom, nem. Azért nem. Lehetett volna nyugodtan, tehát nincsen ezzel semmiféle probléma. Igen. Hát ez most így sikerült, Józsi. De sokat nem tettünk hozzá hangulatothoz. Ja. Beszélgetünk majd egy gyors játék után. Egy ilyen beállítottságú fiú vagyok ám, hogy nem tök örülök neki, hogy izé adásba kerültem, meg beszéltünk, ez nekem már egy élmény. Igen. Nekünk is élmény volt. Kitartás, jó munkát neked. Jó? Köszi, ciao. Köszi, megoldódik. Bármi is a probléma, nem akartam jobban belekérdezni, megoldódik, reméljük. Köszi, ciao, Józsi. Szia, szia. Hello. Na. A szeretőmmel hallgatunk titeket egy kis panzióba, és fel vagyunk háborodva, hogy mennyire erkölcstelenek vagy. Szörnyű. Szeretem az ilyen szellemes SMS-eket. Mennyire mutatja a magyar álszentséget egyébként, ne idézélesen, mennyire jó, görbe tükör ez, ugye? Hogy micsoda. Ördögtől való gondolatok ezek itt a reggeli műsorban. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel, jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanataiban. 3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva itt vagyunk, és milyen érdekes egyébként, csak így bedobtuk ezt a témát. És Feri bedobta is, hogy mennyire brutálisan megosztja a hallgatóinkat, és hogy milyen SMS-eket kapunk, azért ez nagyon, nagyon érdekes, hogy ugye beszéltünk egy oldalról, ami úgy hirdet, hogy egy ilyen hirdető autó járja itt az országot, várost, és akkor lépjél félre, mert jó neked, meg barátnőttől virágot kapsz, feleséget, a szeretőttől gyémánt, nyakláncot, mit tudom én. És hogy a hallgatóink egyébként valóban ezt tartják rossznak, már mint azt, aki ezt hirdeti, és egy ilyen felületre lehetőséget ad. Érted? És jönnek azok az SMS-ek, hogy te teljesen hülye vagy, Balázs, majd amikor Viki nézegeti. Könyörgöm, tehát tényleg gondoljatok bele, Viki vagy bárki más azért nézegeti, mert egyébként él egy teljesen boldog kapcsolatban, ahol mindent megkap mondjuk a férjétől, elkényezteti, szereti, odafigyel rá, majd jön egy ilyen autó, és azt mondja, aha, csak ránézek. Hú, de izgalmas. Hát akkor basszus, ránézek. Ha a feleséged, vagy a barátnőd félrelép, és te azt mondod, hogy az autó miatt lépett félre, akkor nem érted, hogy miről szól a párkapcsolatod. Ha nem azt mondod, hogy én nem tettem boldogá, vagy nem adtam meg neki valamit, vagy hiányzott valami, vagy nem beszéltük meg a problémákat, vagy elhanyagoltam, vagy nem tudom, bármi más tettem, és ezért ő egy idő után kilépett a kapcsolatból, mert mondjuk egy nő érzelmileg félrelép, mert valahol máshol keresi, és azt mondta, hogy hát az oldal miatt volt, meg az autó miatt, meg amiatt a szemetek miatt volt. Mert eszébe se jutott volna egyébként, ha meg nem látja azt az autót a körúton. Tehát ez nem így működik, higgyétek el, hogy valaki nem egy ilyen hirdetés miatt fog vagy nem fog félrelépni. Hanem amiatt teszi meg, mert valami nem működik az ő párkapcsolatában. Mert van kínálat. De ez az ország sajnos tényleg így működik, és sajnos álszentek vagyunk. És amikor azt látod, hogy valaki felrúg Magyarországon egy menekültet, és az ország egy bizonyos része egyébként ezzel egyetért, és azt mondja, már pedig az lehet, és azzal nincs baj, és milyen jól tette. És utána ugyanezen tömeg azt mondja, hogy de a közben az ilyen autókkal meg baj van, akkor az eszem megáll, hogy micsoda álszentség, és micsoda képmutatás, nem? Ahogy élünk ebben az országban sokan. Nem így van? Így van. De, ugye? De. Hogy az autó, aki azt kitalálta azért, de közben jól tette, és azt meg lehet csinálni. Ugye? Mert volt egy nagy tömeg azért, aki azt mondta, hogy ezzel nincs semmi baj. Hát ez tök jó, egy újság címlapjára tettük, és hogy csináltunk belőle, és sokan bólogattak, hogy már pedig azt jól csinálta. De vesszen az, aki kitesz egy ilyen oldalt, mert majd magyar anyák fognak félrelépni. Hát ez nem így van. Persze. Ez egy hülyeség. Hát mióta a világ tudott, tiszta vagy vele, hogy van ebben az országban is, meg a másik országban, és mindenhol van prostitúció például. Elmész?
nem mész el. Nem mész el, ha nincs erre igényed, nem? Attól az a szolgáltatás idézőjelben még ott van, úgyis megtalálod, hogyha benned van igény. Nem azért mész el, nem mész, mert van, hanem azért mész el, mert te valamit akarsz megtenni. Nem presszionálnak és állnak ott mellett. Tehát, most elolvastam, hogy van egy ilyen, akkor most már meg tudom csalni a feleségem vagy a férjem. Tehát ez nem egy jó gondolkodás, ez megint az a tipikus sokszor nagyon jellegzetes magyar mentalitás, ez a valaki harmadik tehet róla, hogy az én életem egyébként nem jó. Nem az, hogy én szembenézek vele, fölvállalom és megoldom a problémát, hanem rámutatok arra az autóra, mert az én feleségem amelyet az autó miatt lépett. Ő a hibás. Nagyon sok ember az országban úgy élünk, hogy a harmadik a hibás, nem mi. Meg nem a saját életünket vesszük ezünk, hanem valaki mindig másra mutogattunk, mert úgy könnyen. Tehát, hogy na, csak azon gondolkozom, hogy milyen érdekes beszélgetés lett egy ilyen hülye dologból, hogy a Feri ezt egyébként tök jól behozta, hogy na most van egy ilyen autó, és csináltunk ebből egy ilyen féli meddig műbalhét, és hogy mennyien rámozdulnak el, hogy már pedig tényleg vesszenek az ilyenek. Hát, szóval nagyon, nagyon érdekes ez a dolog, hogy ez hogy működik. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Megtaláltuk a Gütyülgangot. Nagyon szerettük őket, ők egy ilyen kis kezdő rap csapat, és témaindítónak nekünk kiválóak voltak. Nyilván majd kinövik ezt a fiú pár év, és ezt elfelejtik. De baráti szép emléknek meg. De baráti szép emléknek meg lesz. Ők egy rap csapat, belehallgattunk az ő dalukba, majd arról kezdtünk beszélgetni, hogy mindenki kamaszkorában volt olyan időszak, amikor valamitől kemény volt. Egy csuklószorítótól, egy övtől, egy nyakránctól, egy lehajtott kormánykerekű biciklitől, egy tacskobringától, és arról beszéltünk, hogy mi mitől voltunk kemények, illetve hallgatóink mitől voltak kemények. Egészen elképesztő jó SMS-eket kaptunk. Na, olyan titán kemények nem voltunk, mint a Gütyül Gang. Tehát ez teljesen egyértelmű. Igen. És vendégünk volt egy alvásterapeuta. Ugye a legnagyobb közhely az alvásról beszélgetni, azonban mi mégis neki mentünk ennek a beszélgetésnek, és nagyon szerettük, mert azon túl, hogy legyen jó a párnád, és legyen jó a matracod, ugye, és feküdj le időben című nagy közhelyeken túl, Évától nagyon sok mindent megtudtunk az alvásról, és hogy a magyar lakosság nagy többsége miért alszik rosszul, mit csináljunk, hogy jól aludjunk, kezdve onnan, hogy legyen meg például az alkonyati ceremónia, hogy az test fel tudjon készülni arra, hogy közeledik az elalvás, és ne világosból menjünk át a sötétbe. Nagyon hasznos dolgokat mondott az alvásról. Úgyhogy erről is beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Na, hívjuk már is a naphallgatóját. Hát egyszer csak. Hívnánk. Tudod, alvás ciklusa van. Még csak 8 éve hívjuk ilyen kopont a naphallgatóját. Kinyílt egy alvási kapu Annánál valószínűleg. Belépett, igen. Csabikám, addig beszélgessünk. Hello, jó reggel. Szia, Csabi, hogy vagy? Hallgattam én ezt, és az az érdekes, hogy én általában ugyanakkor alszom el, és ugyanakkor ébredek. Tehát semmi különbség, vagy jelentős különbség nincs. És mégis vannak napok, mint például a mai, amikor azt érzem, én ma nem bírok felkelni. De éjszaka semmi olyan extra esemény, vagy legalábbis nem tudok róla, nem történt. Laura nem tett párnát az arcodra éjszaka? És arra nem borított egy meg kredence. Igen. Igen. Lehet, hogy ez lehet a baj. Lehet, nem tudom. Csak megnyílt az időkapu. Lehet, megnyílt az időkapu, na mind van. Jól van, Csabikám, hát kitartás, hívjuk a naphallgatóját. Nem tudom, miről beszélünk. A fajra. Kapok választ, de hát csak itt a probléma. Mindjárt megválaszoljuk. Hát ő nem akarta az igazságot, valószínűleg már dolgozott. Vagy úgy van beállítva, hogy a magánszámot egy idő után kinyomja. Vannak ilyenek, Csabi, ezt észrevetett, hogy például, amikor többet alszol, mint amit szoktál, fáradtabban kelsz, nagyobb buci fejjel, valahogy az is érdekes, nem pedig elvileg kipihenten kellene kelned, és 6 óra alatt a 8 óra helyett alszol 10-11-et, és fáradtabban, álmosabban buciban kelsz. Fura. Nálam ez megvan, tehát amikor nem alszom ki magam, akkor tűnök, tehát arcra kipihennek. Amikor meg nagyon sokat alszom, akkor mindig mondja, nem jó, ami volt. Nem aludtunk, nem? De mondom, tehát most pontosan ugyanannyit aludtam, mint általában szoktam, és mégis azt érzem, hogy... Igen. Peti volt a naphallgatója közben, csak mondom, hogy mit írt, ugye arról beszélgetünk, hogy ki mitől volt kemény a 80-as, 90-es évek elején, és azt írta nekünk, csuklószorítóra a mamám Nike feliratot hímzett, kár, hogy neki lett belőle. Nagyon szeretik, Peti küldte nekünk az esemet. Egyedivé tette. Egyedi. Hát mert annak, hogy Nike, semmi értelme nincsen a mama szerint. Neki? Neki az már van. Nincs menőbe egy neki feliratú csuklószorító. Te aranyos. Csabikám, remek zenék?
Egy duettet hozok nektek. Én nagyon bírom az olyan duetteket, amit kifejezetten azért írtak, mert a másik féllel szerettek volna valamit kezdeni. És a Robbie Williams, ez egy régebbi, egy 16 éves szerzeményről van szó. Szóval a Robbie Williams annak idején felkérést kapott, hogy Kylie Minogue 7. lemezére írjon dalokat, és azt mondta, hogy írok egy olyat, amiben én is tudok énekelni, és ez ebből lett a Kids. De milyen jó dal. És ő nagyon, és aztán rákerült Robbie Williams lemezére is, meg persze a Kylie lemezére is, és ezt most lejátszom. Jó, de jó. Na, ez örömmel. Ezt most felélegeztem. Marha jó duett. Igen. A klip is nagyon jó. Hát, ha nem beszélve. Azt majd hozzáképzeljük, jó? Az egy jó kis klip, igen. Csabi jön a kívánság műsorral, tehát 555-55-00 a telefonszám, ha szeretnétek dalt kéri tőle, akkor tegyétek meg, mi pedig holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatott